Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello, hello Jani. Sziasztok, hello. Jó reggelt. Na de mit csinál Feri a laptopjával? Nem, nincs meg. Nincs. Semmi. Feri széttépi a laptopját. Nem, az egy notebook. Ja, ne, Feri széttépi. Mert voltál reklámban, nem hallottad? Nem, te, csak Feri. Feri, ja, Ferinek hívják Feri. A hős, a főszereplő. Hmm. Nagyon nagy volt, nagyon rögtem. Mindig mindenre asszociálok, és azonnal eszembe jutottál. Vajon mit csinál Feri a laptopjával? Az nem laptop, notebook. ez volt reggel. Ezt hallgattam. A híreket, meg a reklámokat mindig nagyon részletesen meghallgatom. Hát ez a nincs kettő, más esélye. Figyelsz, mi? Igen. Mi van, mit? Ja? Picit az. Ne, jó, nem, az a két véglet között valahol van az igazságám. Ez itt a reklámod. Ez a másik véglet, ha érted, mire gondolok. Gondolkodtam, hogy lehetnék a reklám. Igen, nem téged nem lehetnek, csak feriznek erősen, és eszembe jutottál. Na, mi újság van, drága barátaim? Minden a legnagyobb rendben. Köszönjük szépen, ha így megkérdezte. Csodálatos. Mi újság, vitézeim, nagy uraim? Jól vagytok? Jó van. Nagy uraim. Atya úristen. Vitézeim, nagy uraim. Marha vezéreim. Egyébként, hogy ez egy időben nagyon nem volt. Most meg így az utóbbi néhány évben így vissza türemkedett. Hogy én azt, hogy türemkedett, igen, ez a kifejezés, meg ez a megszólítás, meg ilyen, milyen sok ilyen jellegű megszólalás, még így a boldog békeidőkből, vagy én nem tudom, igen, két világháború közötti időszakból így visszajöttek ezek a kifejezések. Utána annyira modoros, annyira rossz, annyira nem jó, nem laza, hogy szia uram, szia nagy uram, úristen, jó napot vezérem. Üdvözlöm, szőr. A világból ki lehet ezzel kergetni. Pedig nagyon sokan használják, de... Milord? Modor mártonosságnak a teteje, ha valaki ennyire modoros. Tudod, az akarok lenni, de közben nagyon modoros vagyok. Szia, de, uram, jól vagy? Jól vagyok, uram. Persze. Mi jöhet? Szia, nagy uram. Hello, padisak. Nem, mert a hello az már túl laza, de általában sziát mondanak. Szia, jó, uram. De így sose használtam, tehát ez így nem működik, hogy szia és uram, ugye? Tehát tegeződsz és magázódsz egyszerre. Nem lesz jó soha. Ez a tiszteletet adok, de laza vagyok, jó fej vagyok, de távolságtartó, belazultam, de azért tisztellek. Szia, meg tisztellek, de azért egy picit vicces is vagyok. Igen, szia, nagy uram. Jó reggelt, vezérem. Atya, ezek a legjobbak. Na mindegy. Tábornokom? Tessék? Tábornokom? Na igen, van egy modoros blog egyébként, ez nagyon jó. Ahol rettenetesen sokat írnak arról, hogy régen milyen kommunikációk zajlottak emberek között. És akkor le van írva egy panellakásban egy karácsony. Modorosblog.hu vagy mi ez? Le van írva egy iskolai beszélgetés, mint tudom, 87-ből egy tanár és egy szülő között. Döbbenetesen jó. Ma nem modoros blog. Mondod, és mindenféle modorossággal kapcsolatos, és megfejtik ezeket a modorosságokat, illetve modorosan írnak. Majd szemezgetünk belőle. Nagyon jó. Nagyon szeretem. A modoros blog nagyon jó. Imádok ilyen blogokat olvasni. És jó karácsonyi beszélgetés. Karácsonyi beszélgetés 87-ből, amikor te áthívtad úgy a rokonokat, hogy az egész beszélgetés nem szólt másról, csak a nagyon nagy modorosságról. És például le van írva egy ilyen, hogy ó, gyertek gyorsan, bújjatok beljebb szerény hajlékunkban. Remélem nem vettetek túl nagy ajándékot. Mi sem készült. Senki nem beszélt 87-ben. Na jó, majd meg... Most 80 hány éves voltam, én akkor 17 éves voltam. 93-ban. De simán olyanokat ismersz föl, hogy bepicsílsz a gyönyörűségből. Ja, de ezek ilyen tévés? Nem, ez amit te használtál, amikor te például a rokonaiddal beszéltél, és mindegy, ezt most nem tudom átadni, nagyon jó. Majd mutatok egyet-kettőt, meg fogod ismerni. Mint a Józsikáék átmennek Béláékhoz, és egymásnak ajándékot visznek, és a két szülő hogy beszél meg, hogy jaj, hát nem is kellett volna olyan nagy ajándékot venni, és mindezt ilyen nagyon modorosan, szenzációs írások. Nagyon jó. Úgyhogy ezeket majd kielemezgetjük. Egyébként?
Egyébként minden rendben, éppen nézegetem a BKK-nak a honlapját, mert meg akarom nézni, hogy ha esetleg bevezetik nálunk ugyanazt a rendszert, amit most Moszkvában, illetve nem rendszer, mert csak egyetlen kis kezdeményezésről van egyelőre szó, akkor hány googolást kell majd csinálnom reggelenként egy vonaljegyért, mert hogy ugye a téli olimpia 2014 Szocsi jegyében bevezetek egy olyan kis rendszert, hogy 30 googolásért cserébe kapsz egy vonaljegyet a moszkvai metrón. 30 rubelbe kerül egyébként, ami körülbelül 200 forint egy metrójegy, és akkor oda mész, csinálsz 30 googolást, és kapsz egy jegyet, és utazhatsz. Mennyire rendben van, nem? Ez arra van, hogy az egész Moszkva el tudjon indulni Szocsiban a téli olimpián? Hát mivel egy automata van még csak egyelőre a 10 milliós városban. Igen. Ezért még rendszerről nem beszélhetünk, meg mindenki azért nem kap lehetőséget. De mit csinálnak de pontosan? De vicces. 30-at googolnak, és kapnak egy jegyet. Egy ingyen jegyet. És akkor mehetsz egy kört a metróval. Megállsz egy automata előtt, elkezdesz googolni, számolja visszafel a googolásokat, és utána, amikor megvan a 30, kapsz egy jegyet. De miért kell az emberekből hülyét csinálni? Nem hülyét csinál, miért? Ez sportra igazából nevel. Sportosságra nevel. Sportos, 30 googolás reggel, és már utazhatsz is 30 délután, lesz egy másik automata, ahol izé van, fekve nyomás 150 kilóval. Ez a lehető legnagyobb aljasság, amit el tudok képzelni. Ez, na hát, na. Most csinálj reggel 30 googolást. Nézzünk a dolgot a mögé. A mocskos szemetek. Nem. Ez a 30 aljas, embertelen, megalázó googolás. Elmondom, hogy ez alapján miről szól. Na miről? Ott lesz a téli olimpia, nem? Igen. Nyilván ez, mondtam, egy, nyilván hát ez Szocsiban. Egy, igen. Ez egy PR dolog. De hogyha neked nincs pénzed egyébként megvenni azt a buszjegyet, vagy nem engedheted meg megad magadnak, akkor tulajdonképpen kvázi téged megzsarolnak azért, hogy te legyél szíves nyomorultul megalázkodni az automata előtt, és googoljál 30-at. Tehát nem fog sportolni, hogy googolsz 30-at. Ne, azok fognak googolni. Azok fognak de googolni. De már, hát ez nem megalázó. Ez egy fasiszta módszer konkrétan. Aha. Ez egy fasiszta módszer. Azért, mert egyébként meg lógjon, ugye? Tehát akkor inkább ne vegyen jegyet. Ez egy rohadt fasiszta módszer. De hogy, miért? Hogy googoljál azért, hogy te neked legyen jegyed. Nem, lehetőséget adnak, hogy googolással te jegyet vehetsz, szerezzél. Vagy sportolhatsz. Ne, így van, vagy van a lógás, még amit viszont megbüntetnek, vagy nem menj, de akkor mi van a te olvasatodban? Kinyírjuk a googoló automatát, tudod venni a 30 rubeles jegyet. Igen. És ha nincs pénzed, akkor? Akkor menjél gyalog. De ha te googolsz, akkor az egyértelmű azt jelenti, hogy eddig lógtál. Érted? Nem. Jani például nem venne több bérletet. Ha mindenütt lenne egy googoló automata a városban, ugye? Megcsinálná, mint a pinty. Hát igen, hogyha mondjuk tényleg így Moszkvába élnénk, mert nálunk 350 darab googolást kellene csinálni. Érted? Arra azért rá kell pihenni. Utána, tehát hogy ott elképzelem, hogy ott a határútnál ott pihegnek az emberek, ott a 350 darab googolásnál, vagy valaki mondjuk feladja a 349-nél, érted? Sportolt is, lefizet is a jegyét. Úgyhogy... Én ezeket annyira nem kedvelem, de egyetértek veletek, akkor ez jó. Szerintem ettől senki nem kezd el ugyanis sportolni. Tehát, hogyha te googolsz 30-at, azért, hogy neked legyen jegyed, azt teszed azért, mert spórolni akarsz, teszed azért, mert egyébként lehet, hogy nincs pénzed, vagy teszed azért, mert azt az 5 rubelt el tudod költeni egy kiló kenyére, vagy mit tudom én, bármire. És akkor gyorsan googolsz 30-at, nyilván kevesen googolnak azért, vagy googolnak néhányan azért, mert ezt jó munkának tartják. De nem tudom. Ezeket én valahogy nem szeretem, az ilyen erőszakosan csinálj valamit, és akkor ráderöltetünk valamit. Tessék? Hát csak lehetőséged van, nem muszáj, tehát igen, nem úgy mehet be mindenki a metróba, hogy googolnia kell. Az erőszakosság ebben az esetben annyit jelent, hogy ott van az automata. Tehát, hogy el is mehetsz mellette, fizethetsz is. Na jó, de itthon hányan googolnának, csak azért, mert kényszerből, mert egyébként nincs kedvük googolni, nem is tudnak már lehajolni. Csak mert egyébként meg megsporolnának még egy 400 fontos vonaljegyet, nem? Szerintem millió egy 40-es, 50-es, még ők is buliból megcsinálnak szívesen. Tehát, hogy nem úgy képzelem a dolgot, hogy ilyen kényszer szülte dologról van szó, hogy akkor majd oda mennek szegények. Na, de googolnának sokan kényszerből is. Jó, persze. Na, hát és mi van azzal a vonallal? Tehát oda megy egy fiatal egyetemista, Google 30-at kap egy tök menő. De mikor majd ott googolnak a nyugdíjasok, nem? Az egyetemista, nem az egyetemista. Nagyon, mert hogy mondjuk megsporol magának egy bérletet, az innentől kezdve viszont már nem tudom. Érted, de az a te döntésed. De azért Google, mert... kell, mert ők ugye ingyen utaznak. Jó, akkor mit tudom én, 50 éves vagy 55 éves. Az meg nem azért kell, megvehetné, de ha meg tudja spórolni, akkor megtesz mindent, hogy megspórolja. Két 50-es szerintem még brahiból is, egymást húzva. Egyetemistaként pedig bérgugolást vállalhatnál. Tehát az 400 forint egy vonaljegy, azt mondja, hogy 150-ért tőle megveheted, és legugolja. És hónap múlva ilyen combizmokkal állhat a csávó, bérgugoló vagyok. Szerintem az is jó, nem? Ő legugolja neked, igen, az jó. Igen, és akkor 150-ért tőle megveszed. Ez a,
az egész Szocsi kicsit olyan erőltetett, hogy most viszik ezt a lángot mindenhova. Az a fura, a Bajkáltó mélyére leküldeni a lángot, az nekem is egy picit fura, mert hogy ott ugye azért sokan nem drukkolnak. Bajkáltó mélye, kiviszik az űrbe. És neked a halak. A négy sáncosoknak. Hát az neked semmi. Annyi jó dolgot lehetne csinálni, vagy annyi jó dologra lehetne ezeket a pénzeket elkötni, mert egy komplett turista osztály leutazik a Bajkáltó mélyére, hogy levigye az olimpiai lángot. Ez ilyen nesze semmi, fog meg jól, nem? És mivel mennek? Tenger alatt jár, és ott égbent a... Gondolom, a tenger alatt jár a közepén. Ne viszik, körbenéznek sehol senki föl. Kivitték az űrben, na? Hát a kis barátaidnak, hátha az idegenek. Azokat ez nem érdekli, hogy most ott van félbolongot egy fákjával, ott ha-hú, van itt valaki, rögnek, nézd a hülye, hozott fákját, mert tudta, hogy nincs fény itt fönn. Szóval nem tudom. Állítok, az majdnem bedőlt ez a téli olimpia, nem készültek el, meg brutális, iszonyat pénzbe került nekik, tehát valami döbbenetes ráfizetés. Konkrét városnegyedeket dózeroltak le, meg építettek újjá, hihetetlen pénzeket költöttek el erre az oroszok. Hát, hogy a dollár milliárdokat. A végén derül ki, de szerintem majdnem minden olimpiánál már így kb. Ez van. Hát nagyon rezeg a léc. Főleg. Hogy nagyon rezeg a léc, hogy összehozzák-e a lóvét időre, hogy rentábilis lesz-e, hogy kijönnek-e nulladóra. Talán keresnek is rajta. Hát London előtt is egyébként ez volt. Ha nem lenne úristen, mekkora krak lesz egyébként, és hogy mennyire bedől tőle majd a brit gazdaság. Aha. Aztán nem. Nem dől be. Aztán. Ha nem lenne ilyen nagy körítése a dolognak, tehát nem lenne ez a nagyon nagy megnyitó, meg a ilyen szuper sportcsarnok, akkor néznék az emberek az olimpiát? Én azt mondom, néznék, mert a sport miatt nézik. Szerintem a megnyitó a tök jó, ez egy nagy parasztakítás. Néznék. Csak a sportot hol a... magát? Aha. Biztos. Csak hogy hol a vége, ugye? Mert most pont azt kezdtük el fejtegetni, hogy minden négy évben, amikor jön vissza az olimpia, akkor mindenkinek ilyen kicsit kötelessége egyre nagyobbat álmodni. Ugye most kíváncsi leszek majd, hogy hol lesz a braziloknál, ugye? Igen. Hogy a brazilok majd mit fognak csinálni, megemelik a Krisztus szobrot, vagy mi, érted? Hogy egy csomó olyan dolog van, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy azt a pénzt például lehetne jóra fordítani, és gyerekek, a sport van. Vonuljanak be a sportolók, tegyenek egy kört a focipályán, érted? Közvetítse a televízió, mondja a Gundel Takács Gábor, hogy ott jönnek a izék, a gyerekek. Hát az egésznek azért ugyanakkor meg egy rangot ad, vonulnak a sportolók, integetnek, jó hangulat van. Tehát ez a négy éventi, az az egy megnyitó, meg az a záró ünnepség, amikor kicsit azt érzed szerintem, hogy ugyanolyan vagy, mint a többi ember a világon. Tehát nincsenek olyan események, vagy olyan rendezvények, amik igazából az egész világot összekötnék. Aha. Itt háborúznak, ott lőnek, ott halnak, meg egy csomó minden van. És amikor nézed ezt az olimpiai megnyitót, és azt látod, hogy vonulnak az országok, és nagy megnyitó, meg nem tudom, akkor kicsit azt érzed, hogy talán van még egy pici esély arra, hogy mondjuk 100 vagy 200 évvel ne nyírjuk ki magunkat. Aha. Tehát van egy ilyen nagyon pozitív rezgés az egésznek szerintem. Ne, jönne izé klotgatyában, vagy miben mennek ezek a sportolók, érted? Menne egy kört a focipályán, a Gundi leközvetíteni, menne haza mindenki, másnap már jönnének a izé. Hát azért például ez a londoni megnyitó, azért nagyon meg a záró ünnepség, ez milyen? Csak hol a vége? Azt kérdezem, mert most a braziloknak kötelező lesz nagyobbat csinálni, mint London. Hát, London se überelte Pekinget, tök más csináltak szerintem. Más. Tehát Peking nagyon ilyen monstre volt, monumentális, hivalkodó, falon futottak emberek, láng, nem szólt semmiről, csak arról, hogy elköltöttek rá 6000 milliárd, nem tudom, pekingi yuan. Míg az angolok azt mondták, hogy rendben, akkor mi meg inkább az ötletet és a kreativitást találjuk ki. Tök látványos volt, de sokkal kisebb téren olyanokat találtak, mint ejtőernyővel ledobták a királynőt. Nem egy nagy dolog, tudod? Igen. De mégis baromi jól nézett ki, hogy ott jött a kaszkadőr, aki királynak volt öltözve, beintettek Pekingnek, és azt mondták, hogy figyelj, mi ennyit nem, mi akkor megoldjuk a hagyományokra támaszkodva. Tehát szerintem Riónak se kell nagyon überelni, meg ott Peking, ott szerintem ezt így befejezte a madárfészekkel, meg az egésszel, tehát ott azt nem lehet nagyon überelni. Uh-huh. De ez jó szerintem, jó, nem? Nagyon jó, kell, nem kérdéses, csak így gondolkodtam rajta, hogy mi a csúcs. Én nekem van megoldásom arra, hogy lehetne ezt minden országban megrendezni, hogy ne kerüljön ennyibe. Na, hogy lesz Magyarországon olimpia? Igen. Na, hogy? Hát úgy lehetne. Tessék? Nem, nyilván teljesen irreális, de hogy ez az egészet egy ilyen lebontható, felállító dologként kellene megélni. Utazó cirkusz. Egy utazó cirkuszként, négy, én így csinálnám az olimpiát. Tehát ha már építenek gyorsan elkészülő házakat, mobil házakat, stb., akkor az összes csarnokot, mindent meg lehetne csinálni úgy, hogy lebont, átpakol, fölépít, megcsinál, megnyit,
megtartja az olimpiát. Ugyanis mi van? Van egy vívócsarnokod, van egy birkózócsarnokod, van egy úszócsarnokod, tehát minden olyat egyébként meg lehetne építeni. Ezeknek utána nem kéne ott maradni. Egy felfújható gumimedencé mellő jelentkezünk, százas női váltó. Brutális, brutálisan meg tudnának csinálni egy olyan medencét, amit besülyeztenek, könnyű szerkezettel megépítik a csarnokot, bemennek az emberek, megtöltik a medencét, hihetetlen jól nézik. Olyan könnyű szerkezeti házakon a Kanadában, például Alaszkában, ahol már nem csinálnak a klasszikus téglaházakat, és az egészet megépít, megcsinálja az olimpiai falut. Van 4 év átköltözni. És ugyanaz a kontingens költözne országból országba. És mindenhol kérnek egy területet, hogy mi itt rendezzük az olimpiát. Ennyi. Nyilván kell hozzá infrastruktúra, szállodák, autópályák, persze azért ez kell, tehát nem lehetne megrendezni nem tudom hol, mint a Monakóban. De ha nagyjából tudod ezt biztosítani, akkor esélyed lehetne. Nem? Jó, mert így kiesnek a szegény országok. A fia Forma 1 is hogy megy, ugye viszik a kamionokat, ott laknak a szerelők, hátul megvan oldva minden, gyakorlatilag ott csak a padokot kell biztosítani. Igen, más kérdés, hogy itt azért a tarlós mit mondana, itt egy kicsit megrogyna a Hungária. Felkészültünk a rohamra. Lehet, hogy most arra újítják a villamos. BKK vezető vigyézővel egyeztettünk a rohamról. Szóval, hogy ő mit mondana, nem? Ha egy hirtelen az M3-as. Igen, a Szerencs utcát meg kell csinálni, mert ott kicsit rádogulunk. Tehát lenne érdekesség. De szerintem egy ilyen utazó olimpiát meg lehetne csinálni. Nem? Vagy nem? De... Hát, nekem ez az uniformizálás, ez annyira nem jön be meg. Hát most átfesthetnéd a sátrat. Ja, és akkor mindig átfestenék a konténereket. De nem, mert a nyitó ünnepség az országra vonatkozó lenne. A 60 ezer fős konténer stadiont. A könnyű szerkezetes konténer stadiont. Hát az, igen, az, mondjuk az atlétikai stadiont, az nehéz lenne. Igen. Na jó, de egy stadion azért már csak van. Ahol meg tud csinálni, nem? Nekünk több is. Na, most tessék. Egyre több. Nekünk hol az az egy? Hát, jaj, Feri, ne legyél ilyen szkeptikus. Nem vagyok, az csak egy kérdést tettem föl. Rohadjak el, én tudom, de csak így ezt föltettem. Igen. Na mindegy. Náluk is lesz egyébként majd. Micsoda? A puskást megcsinálja. Meg, persze. Az jó lesz. Jasztem olimpia. Így van. Még az is lehet. Ha beválik a konténer stadionos ötletet, plusz a puskás kész van, akkor meg vagyunk. Lehet valaha, szerintetek? Olimpia? Nem, mi? Szerintem nem. Hát, se. Szerintem se. Nem lesz. Pedig már alig várom, hogy akkor googolhassak 350-et. Miért ment a kampányolás? Sokével? 20-asért? Van elmeháborodott? Kitalálta? A foci. Nem, dehogy is. Volt egy nagy olimpiai kampány, és egy csomó közéleti személyiség odáll, tudom, meg engem is kerestek. Mondtam, hogy most miért hazudjak. Tényleg. De legyünk őszintén. Legalább egymásnak ne hazudjunk, tényleg. Tehát, én értem, hogy mi a kommunikáció lényeg, mit akarunk mondani, de legalább egymást ne verjük át. Tehát, hogy legalább röhögjünk össze, ha már felkértetek, hogy ugye ti sem, mert én sem. Tehát elmondom, akarjátok, csak ugye nem. De nem, az a 2020-asról szólt szerintem. 2002-ben, 2004-ben, 2006-ban, mit tudom én. Csak volt egy nagy meg tudjuk csinálni hullám. Emlékeztek? Az nagyjából most már akkor zajlanának az építkezések, ha megnyertük volna. Igen, de hogyha egy futball EB-t sem tudtunk megnyerni, mármint a pályázatnak a jogát, akkor egy olimpia. Igen. Ez egy picikét nagyobb falat. Na mindegy, jól van. Hogy állunk játékkal? 2-0-ra vezetnek a hallgatók. Szóval elég jól állnak ők. Hát igen. Ja, tegnap volt ez a véleményes játék, amit aztán elrontottunk, és meg kellett, hogy adjunk. Jól van, lehet jelentkezni játékra, SMS-ben, jó, mi pedig jövünk a hírek után, 7:30 múlt pontosan 1 perc. Ez itt a Morning Show. 10 perc van pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szétkaplak benneteket játékban, írta valaki, ajaj. Cuki. Ajaj. Ja. Azt mondja, hogy Tatabányánál defektes kamion a pályán Pest felé, ezt Zozó küldte nekünk. M0-áson Annahegynél teljes útzár az M1-es felé, kigyulladt egy kamion. Wow. Ajajajajaj. És a forgalom az M1-esen is áll, a Törökbálinti lehajtó előtt, Győr irányába, mert kigyulladt egy kamion vagy teherautó, üdv Zoli. Tehát akkor a 0-ást is lezárták. Igen. Régi M0-áson az M7-es felé baleset, nem tudni miért, pár kilométer a sor hossza, üdv Zolgem. Mondjátok be, légy szívbe, mondjuk, persze, bemondjuk. Hát akkor ez szép, viszont akkor mindenki meneküljön a nullásról gyorsan. Aki az M5-ösről megy az M1-es felé, az még a Diósd előtt le tud jönni Budafok felé, és akkor valahogy ott tud átmenni az Egér útra. Azért Budafokon keresztül egy olyan forgalom, az nagy móka lesz. Hát igazából ott még nem is vagy Budafokon, hanem csak Budafok felé, meg Nagy-Tétény felé tudsz lemenni. Ez a 6-osra visz rá, a nullásról lejössz.
akkor átmész a Kampón a másik oldalára, vagy végigmész a Szerémi úton, és akkor úgy visszamész az M1-M7-re az Egér úton keresztül. Kedves nomán kamionosok, remélem figyeltetek. Ez igen. Ez szegény. Tehát teljes útzár van a nulláson. Ez most már hál' Isten ritka azért. Ilyen SMS, hogy teljes útzár a nulláson. Nem, ez mióta átadták, nem is nagyon volt. Viszont most az M1-es felé van. Na, megnézzük akkor, hogy hogyan állunk játékkal. Már is itt van a játékos. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát négy tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, itt vezérek! Vezérek! Szervusz, vezérem! Jó uram! Erő egészséges, nagy franc vagy te, ugye? Ahogy mondanám, a nagyon modoros lennék, igen. Na hát ilyenek vannak ezen a kis blogon, igen. Mi újság? Köszönöm. Már levezető a melódiában. Levezető ágon a melódiában, hát ez is kellőképpen modoros. Ez dobta a gép, ugye? Így van, mondhatnám ezt a színes oldal. Fú, de klassz. Mit csinálsz, mit dolgozol? Vezetek, autót vezetek. Még van egy pár száz kilométer a főfaluig, és vége a nap. Az jó. Jól van. Kivel szeretné játszani? Választalak téged, Balázs, mert úgy hallottam, hogy még kopaszon ülsz a sarokban. Hát igen, aki ezt mondta, hazudott, de ha arra gondolsz, hogy még a héten nem játszottam, akkor az úgy abban a formában igaz, igen. Ebben a formában nyert. Ja, jó. Nézzük meg, jó? Csapassuk. Oké, Jani? 3-2-1-Fire. Na, figyelek, kérdezni akarsz valamit? Persze, nagy szakma vagy te a teniszben. Jól hallottam, ugye? Jól, szeretem. Ez így van. Kicsit bonyolódtunk a címborámmal, egy olyan témakörbe, na, hogy elég homály vagyok abban a pontrendszerben. A pontrendszerben? Homályosság igen, van? Igen. Na, jó, köszönjük. Igen. Persze, hagytam, hogy csak gyere csak, mondjad csak, kicsit lovald bele magad. Hagytam, hogy... Persze. Függetlenül fölhajasodt el egy kicsit, azt azért majd egy két szóval magyarázd már el nekem itt az éteren keresztül, hogy hogy működik, hogyha például... Hogyha elvesztette volna, halló, itt vagyok? Itt vagyunk, persze, igen. Persze. Ja, bocsánat. Hogyha elvesztette volna a Djokovic most a Nadal ellen ezt a játékot, akkor őt visszaminuszolják pontba. Ez igaz? Olyan, hát ez ennél sokkal bonyolultabb, de alapjából igen. Ugye? Tehát minden évben megvéded az előző évben szerzett pontjaidat. Igen. És akkor meg van határozva, hogy egy ATP 500, egy ATP 1000 glenszem az hány pontot ér. De azért abban az évben kapsz ugyanannyi, kapsz pontot, de ha jövőben nem tudod megvédeni, akkor annyival vonnak vissza kevesebbet, ahány helyen rosszabbul végeztél. Tehát mindig a következő évben kell megvédened, ezért jó most a Federernek, mert nem kell sok pontot megvédenie. Tavaly nem játszott, nem kellett sok pontot megvédenie, viszont most baromi sokat hozott, mert hogy ugye nagyon sokat nyert, ezért tudott világelső lenni. Igen, neki most jövőre lesz nehéz ezeket a pontokat megvédeni. Tár volt azért a kapufájér ott az elején. Hogy igen. Eltett volna ez a perc? Nézzon, igen. Fél taps is taps, mint a jobb taps. Igen. Hát gratulálok, szép munkóval. Köszi, hogy játszottunk. Ciao. Oké. Sziasztok. Hello, Isten. Na, hát most mindig az van, hogy akkor letámadjuk a játékost, nem hagyjuk. Most akkor hagytuk, most biztos ez lesz. Nem, most. 2-1? 2-1. Nem rossz. Na, picit megérkeztem a játékba. Nagyon helyes, már csak 2 napod van, hogy megvéd a heti játékunkat. Néztem ezt a hétfő keddet, de hát meg kellett, hogy érkezzek, mert ez... Számítunk rád holnap és holnap után. Is jöttem én múlt hét pénteken is, 2-2 volt, kellettem, megérkeztem 3-2 volt. Jövök, tehát ha szóltok, jövök. Már most szólunk akkor, hogy holnap után. Legyen így. Na. De miért nem bízunk a hallgatókra, hogy ők kit választanak? De azért mégiscsak lehet, hogy jobb, ha ők döntenek arról, hogy kivel akarnak játszani. Baleseti helyszínen is van az 5-ös úton Dabasnál, rendőrök irányítják a forgalmat, ezt Gabe ezt küldte nekünk, köszönjük szépen. 4 perc van, 7 óra, jövünk a hírek után. 7 óra múlt 11 perc, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Nagyon szép reggelt, itt vagyunk, vannak közlekedési híreink. Az Őrsön a villamos balesetet okozott, úgyhogy ott is dugóra lehet számítani, mert nem járnak a villamosok.
legalábbis azon a vonalon, ahol baleset van. M0-ás beállt az M7 felé Budafoktól, aki tud, menjen le hamarabb, ezt írta Edina. Igen, tudjuk az okát is, ott az M1-es részen kigyulladt egy kamion. De már állítólag elindult a forgalom, úgyhogy ha dugó is van, vagy áll az M0-ás, az már csak az ok, hogy az eleje megy. Tehát szépen lassan egy sávban lehet haladni az M1-es és az M7-es irányába. Lassan. Igen, már feloldották az utcárat, éljenek a tűzoltók, szendvicses küldte nekünk, úgyhogy akkor az M0-ás az megoldódni látszik. 42-es úton Földes Báránt között azt mondja, hogy románok az árokban. Ez is sok. Igen. Mi van most megint, hogy ennyi kamion van az árokban így hirtelen, amikor még nem történik semmi? Anna, mi van a játékkal? Bejössz egy picit? Rendőr, tűzoltó, mentő, torlódás, ez az őrsön van. Ja, azt hittem a játék miatt. Nem, a játékkal is van, csak nem tudom, mert nem hallottam. Hallottam, hogy valakit nagyon gyözködtél. Mi a baj? Nem mondtad ki. Sokan írtán, igen? Telefonáltak, hogy ki mondtad. Ott megírtam, hogy mit mondtál szó szerint. Nem mondtad ki. Úgy tűnt, mint aki mondtam volna? Igen, azt mondták, de az még a játék előtt van. Tehát mikor azt mondja, hogy 3, 2, 1, fire, utána te nem mondtad ki. Tehát 2-1. Jó, jó. Tetszik, nem tetszik, ez van. Bejátszhatjuk, tehát ha úgy érzed, vagy van olyan, meg megnézhetjük. Nem kell? Nem kell, nem mondtad ki, ezt el kell nekem higgyék. Ja, ja, abszolút. De jó, hogy ezt el kell nekem higgyék. Rövid játék volt, nincs mit bejátszani rajta, nem? Rövid volt, de én sem emlékszem, hogy kimondtam volna, sőt, átgondoltam, nagyon sok SMS, csak akkor a Fire előtt volt valami? Fire előtt, hát nyilván beszélgettek, hát, akkor mondtál igent, és akkor igen, fél hatkor is kimondtam, nem? Persze. Anna, annyira ideális lenne titkárnőnek egy TS vezető, mert de most komolyan. De ez cuki vagy. Nem, értsék meg, kérem, nincsen már bent. Nincsen már bent a Kovács úr. Ennyi. Elment. Holnap lehet megint jön visszafélfogadás. A Lada gyárba. Még kávét főzni. Igen. Egyébként ott megírtam neked szó szerint, hogy mit mondtál. Igen, csak annyi játék megfejtés, hogy nem találom. Igen. Ja, hogy a Skype-re írtad. Igen, Laci kérdezte, hogy jól hallottam, mire én azt mondtam, hogy jól, szerintem ez így van, ezt mondtam. Értsék meg, kérem, nem mondta ki. Nem mondta. Fogadják ki. El. Ezt mondta szó szerint. El kell, higgyétek nekem. Igen, fogadja el mindenki. De még mindig vezettek, tehát nincs baj, mert 2-2-1 van. Aki mondtam volna, azt elismernék. Na, 8 óra után vendégünk lesz. Jön hozzánk Csernus, gyerekek, végünk van megint. megint megfejtenek minket. Jön Csernus Imre, akinek ugye új könyv van, Kiút, ez a címe. És hát erről faggatjuk majd, hogy mire jött rá megint. Ő így időről időre megvilágosodik? Megokosodik. Megokosodik? Hogy karácsonykor jobban fogynak a könyvek. Hát ezért nyilván ez egy nagyon jó pozícionálása a karácsonyi könyvpiacnak november elején kijönni könyvvel, vagy október végén. Tökéletes időzítése. Ha én írnék, ezt azért hát tegyük hozzá. Csak a hülye ad ki nyáron könyvet például, persze. Ha én írnék, ha lenne miről, akkor én is karácsony előtt adnám ki. Írja Balázsról. Tudod, az ja, sikersztori, ezt egyszer megbeszéltük. Majd az azután, majd nagyon összeveszünk, vagy végre lesz a rádióműsornak, a tévéműsornak adnak hamarabb, akkor azután kb. 10 évvel fogok majd kiadni egyet. És majd elmondom, hogy én tettem őt nagyjá valójában. Ja, ilyen dömsödik ettől leszem? Igen, neki köszönhetik. Balázs Serpája voltam címe. Kis döme lesz. Nem tudom, ez olyan nyomorult, nem? Hát szerintem, de... Ugye, hogy tehát, hogyha ha valaki kiad egy könyvet arról, hogy ő mit gondol a világról, vagy arról, hogy neki mi a véleménye erről, arról, vagy szeretne átadni valamit, azzal szerintem az ég egyet a világon semmi baj nincs, sőt, tök jó. Ha már valaki azért a kezébe vesz egy könyvet, mert az az ember írta, akit lát a tévében, és ezért elolvas egy könyvet, az már jó. De például ez a dömsödi sztori, hát ez nem tudod igazán úgy megmagyarázni, hogy te ebből szerintem jól tudjál kijönni. Nem? Pedig ő próbálkozik, már hogy a Dömsödi ugye elmondta többször is, hogy ez nem arról szól, hogy lejáratná a két sztárt, Friderikuszt meg a Hajdut, csak arról szól, hogy tegye rendbe ezeket a régi dolgokat. Mert ők régen barátok voltak, például a Fridivel, de már nem azok. De ezt nem tudod, ez kellemes ebéd mellett szokták mondjuk azzal, akit ez érint, tehát mondjuk a... Nem mentek már el vele ebédre. Ja. Soha nem csinálnék ilyen könyvet, megmondom őszintén, tehát hogyha már ekkora lenne a baj, hogy ilyen könyvet kell, hogy írjál, annak nem más az üzenete, mint hogy jaj, Istenem, szegény, tudod, tehát van két ember, aki szeretjük, vagy nem szeretjük őket, de vannak, itt vannak, léteznek, dolgoznak, műsorokban vannak, szerepelnek, csinálják a dolgot. Szóval van egy ember, aki nyilván mostanában azért egy kicsit mellőzött, vagy mellőzöttebb, mint amilyen régen volt.
És akkor ez a én ültettem nagyjá, nekem ez köszönheti, leírom, kiadom olyan dolgokat, amiket az ember nyilván nem mindig úgy ért meg, vagy úgy mondott el, hogy arra gondolt, hogy ebből egyszer könyv lesz. Nekem ettől a gyomrom forog. Meg ugye hát az olvasó nem is nagyon tudja, hogy most akkor kinek higgyen. Nem. Tehát, hogy ezekben a dolgokban nem nagyon látod bele, nyilván a könyvben csak ő mondja el a véleményét, azok az emberek, akik még érintve vannak ebben, nem, és minden éremnek ugye két oldala van, tehát ez egy kicsit nem felesleges. Mindig nyomorult a hatása, az a baj, szóval, hogy ilyet meg én nem tudom. Azt is látom képzelni, hogy jól fogy, bár szerintem egyébként nem. Tehát ebből az embereknek ebből a másikat bemószerolni, elmondjuk, feljelentjük, kiadjuk, kibeszéljük című dologból, szerintem kezd annyira elege lenni, hogy sokkal inkább a pozitív dolgok felé fordulnak. A Dömsödi írt volna egy könyvet a lélekvándorlásról, vagy bármiről, ami kicsit pozitívabb, szerintem többet tudott volna eladni, mint most egy ilyen nyomorúságos bulvárkönyvből, amit most ugye kiadja a Fridit meg a Hajdút. Jó, de szerintem... abban nem hisz. Tessék? A lélekvándorlásban nem hisz. Hát hogy írjon róla? De ennek nincs jó rezgése, szerintem egy ilyen könyvvel eleve nem tud jó elmenni, szóval egy ilyen rezgésű könyv az úgy születik az univerzum, hogy ez nem tud igazán jó lenni szerintem. Akkor felhívom a figyelmedet arra a bizonyos úszólányos sztorira, aki szintén bemúszárolt mindenkit. Az más. Kivel, hogy... De az egy kicsit más. Én olyan könyvet se írnék, de azért az, hogy te valakivel valamikor szexeltél egyet, egyébként a dolog semmi másról nem szól, te is tudtad, ő is tudta, szexeltünk egyet, és nem nevezed meg a neveket, csak utalni lehet rá, vagy gondolni azt, hogy kiről van szó. Azt hiszem nem ugyanaz, mint azt írod, hogy a Friderikusz ilyen, vagy a Hajdú olyan. És ezt leírod 300 oldalon. Uh-huh. Tehát szerintem a kettőt nem szabad összehasonlítani, mert a kettő azért tökre nem ugyanaz. Az egyik egy áthallásos, ezt is gondolhatod, vagy azt is belegondolhatod sztori, egyik meg leírja, hogy szereti a szexet. Így van. A másik viszont egy 30 éves munkakapcsolatot, vagy 20 éves munkakapcsolatot bizonyos sértettségek miatt kiad, megír, leír, vagy biztos még másról is van benne szó, hogy a Dömsödi is mondja, hogy hát ez nem erről szól. Persze, nem, akkor minek írja meg, tudod? Meg nyilván a munkakapcsolat, mindenféle munkakapcsolatnak vannak egyébként hullámegyei, hullámvölgyei, meg árnyoldala is, de amikor benne vagy, akkor nyilván te is profitálsz ebből a dologból. Szakmailag, emberileg, anyagilag, ismertségben, mind a kettőben. Ugye tehát, felmerül a kérdés, hogy miért nem akkor borított Billit, amikor mondjuk a Hajdúval együtt ültek egy műsorban, akkor miért nem kiabált? Figyelj, biztos neki is egy csomó oka van arra, meg egy csomó minden. Én nem azt mondom, hogy azért, mert valaki erről könyvet ír, az neki nem eshet rosszul. Meg biztos ő is csalódott, meg az is lehet, hogy rosszul bántak vele, vagy az is lehet, hogy amikor kellett, ott volt, aztán a Hajdúk elfordultak tőle. Mit tudom, én nem tudom. Csak ezt én itt sose értem, ez a leírom, kiadom, megírom, elmondom, leleplezem című dolog úgy, hogy valaki valamikor nekem mondjuk a munkatársam vagy a barátom volt. Tehát én nem írnék ilyet. Meg nem is olvastam el a Dömsödi könyvét. Meg nem is beszélgetnék vele erről műsorban. Tényleg. De csak, hogy ne írj. Már így. Volt már megkeresés, nem mondtam, hogy nem. Köszönjük szépen ezt. Hát ez így megy. Meg egyébként televízióban, rádióban nincsen olyan, hogy szóló. Ez mindig csapatmunka. Mindenkinek megvan a maga feladata, mindenki megteszi a sajátját, a saját dolgát, és attól válik az egész kerek egészé. Így van, nézem is, hogy hol a kávém. Laci. Ha érted, mire gondolok. Laci, ebből könyv lesz. Ha egyszer ebből könyvet írok. Kávéserpa voltam Balázsnál. Nem. Balázs baristája voltam. Nem, mert az nagy képű, az nem elég, tehát az nem elég bulváros. Balázs kávészakértője voltam. Az igen. Se jó. Valami aljasabbat. Én nem tudom, szerintem előbb-utóbb... Na, ez igen. Szerintem előbb-utóbb most már nagyon nagy átalakulás van ebben az országban, meg most már egyre nagyobb igény van a jó felé fordulás, meg a pozitív dolgok felé fordulás iránt érzett hiány pótlására. De hogy szerintem ezeknek a könyveknek tényleg egy-két éven belül áldoznak. És rájönnek az emberek, hogy ha már ennyi rossz dolog történik körülöttük a világban, meg Magyarországon, vagy egyáltalán, akkor legalább az a kicsi időt, amit magukra szánnak, azt nem akarják ilyen típusú könyvekkel eltölteni. Amikor valaki fröcsök másik két emberrel. Igazad legyen, de szerintem meg pont nem erre megy a világ mindenben. A könnyen fogyaszthatóság, a bulvár az, hogy valamit megtudj egy másik emberről, hogy milyen szemét volt. Jó lenne, én tudom, hogy te ebben mit képviselsz, hogy pont az az időszak jön az emberiség életében, amikor így megokosodunk, nem látom. Akármerre nézek, nem látom. Biztos, persze, de szerintem van az a kritikus tömeg, ami előbb-utóbb azért így elindítja azt a fajta változást, hogy az emberek rájönnek arra, hogy jó dolog valami jóval foglalkozni, meg jó dolog jót olvasni, meg jó dolog jól beszélgetni, jókat beszélgetni, és nem ez az egymás ölése marása lesz. Hát azért ilyen állapotban már más országok azért eljutottak szerintem. Csak itt most valahogy így a Kárpát-medencén belül van egy viszonylagosan rossz morális állapot,
De hogy azért ebből van kiút, nem? Hát és ez alapvetően azért nem a GDP-nek a függvénye. Hát, hogy nem csak a nagyon gazdag, meg a nagyon nagy jóléte rendelkező országokban pozitívak az emberek, sőt, sokszor azt érzed, meg azt látod, hogy nagyon nagy mély nyomorban élő országokban is az emberek tudnak pozitívan gondolkodni. Amit mindig mondunk, ugye mindketten jártunk Távol-Keleten, és ott pont azt láttad, hogy áll ilyen négy bambuszlábon egy kis házikó, amit átfúj a szél, van egy tál rizse, és halálboldog mindenki. Hát nyilván nem mindenki, de hogy egy jelentős rész belőle, hogy ezt jól csinálják, ezt a részét a dolognak. Igen. Egy nagyon helyes kis cikket láttam, erről akarok néhány mondatot beszélni, hogy Nagy-Britániában történt, nagyon aranyos a történet, britek búcsúztattak el egy 99 éves korában elhunyt második világháborús veteránt, akit különben senki nem kísért volna el a végső útjára. És megjelent egy közlemény egy újságban, hogy jelenjenek meg a 99 éves katona temetésén, mert a második világháborúban a királyi légierőnél szolgált ez a katona. És nincsenek hozzátartozói, és magányosan hunyt el ebben az idős otthonban. És rengetegen posztolták, rengetegen osztották meg, rengetegen mentek el a temetésére, veteránként és civilként egyaránt, és senki nem számított ekkora gyászoló tömegre. Milyen helyes ez a sztori? Mert hogy nem? Téged is védett, vagy ha nem téged, mert mű fiatal, vagy nem érti meg a második világháborúban, akkor például a szüleidet, és ott volt a légtérben, harcolt érted. De jó fejek. Bizony. Igen. És elmentek, ő egyébként 43-ban Németországban is harcolt, fontos gátak felrobbantásában működött közben, aztán Ausztráliában dolgozott, majd nyugdíjasként Angliában telepedett le, felesége gyermekei nem voltak, és egy észak-angliai idős otthonban fejezte be az életét, és eljutott ez az internetes felhívás rengeteg emberhez. Annyian voltak, hogy nem fértek be a kicsi temetőbe, hanem a temető előtt áldogálva hallgatták végig a gyászszertartást. Nagyon szépi. Menő, hogy hirtelen ennyien lesznek a temetéseden, nem? Igen, hát ez nyilván annak szólt, hogy ő azért egy veterán volt, és nagyon komoly kultusza van Nagy-Britanniában azoknak a harcosoknak, akik annak idején megvédték például ugye a brit légteret a német agresszoroktól az angliai csata során, meg aztán később is különböző frontokon. Hát igen, ott nem politizáljuk túl ezeket a dolgokat. Igen, nagyon helyes a sztori. Kíváncsi lennék, hogy mondjuk egy magyar pumásnak, egy olyan magyar vadászrepülőnek a temetésén mennyien lettek volna, vagy lennének. Anélkül, hogy kibontanának zászlókat, meg mindenféle, hogy hívjákokat, oda nem illő dolgokat hangoztatnának. Hát nem tudunk méltó módon emlékezni ilyen dolgokra, tehát valamit bele kell vinni mindig. Nemzeti sajátosság ez nálunk, ott nem. A mi temetésünkre ki jönne el szerintetek? Hát nézd, a szerencsénk van. De most komolyan kérdezem. Attól függ, mikor hunysz el. Ne játszunk el a gondolattal, de ha most a közeljövőben, akkor szerintem rengetegen. Aztán kérdezem. Sokan jönnél nekem? Szerintem sokan. Igen? Aha, szerintem sokan. Hát bármely a miénkre, vagy csak a tiédre? Nem, most bármelyikünkre, nem tudom. Ti mondanátok beszédet az én temetésemen egyébként? Hú, azok mindig olyan kellemetlen. Az kell, igen. Kellemetlen? Hát nem igen? Kellemetlen. Én nem vállalkoznék rá, biztos nem mondanék beszélni. Nincs is hagyománya nálunk, nem szoktak. Hát, de azért a nagy színészek hunynak el, akkor azért ott vannak színházigazgatók, nagy színészek, és akkor a közeli hozzátartozók, meg azon hírességek közéleti személyiség, azért szoktak. Színész. Hát én nem, hát nekem nyilván nem, csak Károly mondaná a beszédet, vagy Alföldi. Az enyém menő mondhatna, nem csak. Tehát ez egy érdekes. Szerintem igen. Ez egy érdekes dolog, nem? Együtt emlékeznénk. Én mindenképpen kezdeményezném azt, hogy legyenek ilyen egyszer használatos felcsatolható frizurák, ilyen Balázs frizurák, és mindenki így tüntessen mellett, illetve így jelez a szimpátiáját, mint a South Parkban a többet iker szarkomások. Tehát, hogy legyen, így fel lehessen rakni, és akkor mindenki egyszerre. Biztos nem nevetnénk jókat, mi? Ott áll 10 000 ember ilyen feltető. Miért lehet egy kicsit formabontóbb az a szitu, nem? Akarnál ilyen formabontó temetés? Beszélgessünk hát csak ez a attól tiédről, függ, jó? Ez attól függ, hogy történik. Hát ha most nem tudod megszervezni, akkor nem tudsz formabontó temetést csinálni. Na jó, de mi szervezhetjük neked? Tessé? Tehát ránk bízod, hogyha elhunynál, akkor intézhetjük. Ha tudom, hogy előre? Aha. Tehát hogyha tudom, hogy mondjuk közül te mész el először, hát ne hagyj Isten, ha így alakulna a dolog, akkor ránk bíznád-e a Janival, hogy milyen mókákat eszelünk ki erre a nagy. De mi, ez most történne, vagy már idősek vagyunk? Hát, ez a fura erről beszélni. Én nagyon szeretek erről beszélni.
Abszolút az élet része. Jó, akkor akkor legyen most a közeljövőben. Na, tessék, közeljövőben. Basszus, semmit lehet egy ilyenre mondani. Nem, csak kérdezem, mert nem mindegy a helyzet, hogy idősek vagyunk, hát azért kérdezem, hogy tudjunk miről beszélni. Figyelj, szerintem ne az idővel foglalkozunk, hanem mondjuk azzal, hogy szerinted mit szólnának hozzá a rokonok, hogyha mondjuk saját személyes stílusunkban, a mostani kapcsolatunknak megfelelően, a Morning Show-nak, a Wundersönnek a stílusába, stb. Úgy írnánk meg a te nekrológodat, hogy hát az nem lenne egy hagyományos nekrológ. Tehát, hogyha én elmondanám azt, hogy mondjuk rengeteget köszönhetek neked abban a tekintetben is, hogy millió egy dolgot osztottál meg velem a divat világából, bár ezekből az információkból én aztán később semmit nem kamatoztatom, hogy nem lenne az, hogy akkor mit tudom, egy bulvárlap már másnap a Vadon Jani meggyalázta Sebestyén Balázs emlékét. De hát most ez lehet, hogy lenne persze. De ez persze, ez ott lenne a pakliban, nyilván nekik az eladott példányszáma fontos, de mondjuk a család mit szólna ehhez? Külsőségekben tudnánk-e idomulni? Tehát ez olyan koporsó, jó fej volt. Olyan koporsó, ami fejnél kiszélesedik. Ilyeneket ez belefér? Egy fordított kuglibábú? Arra gondolsz? Tehát egy kicsit lefelé szűkülő? Lefelé szűkülő? Hát én megköszönném, ha valamivel feldobnátok, persze. Már nem köszönnék meg. Hálás lennék, hogy nem. Én például csináltatnék neked egy gurítható koporsót, 21-es gumik lennének rajta. Téli, ha most történik. Gyönyörű szép alufelni. Alufelnivel. Tehát, hogy a család mit szól ehhez? Ők értékelnék ezt a dolgot? Tehát ezt a stílust. Abban a lelki állapotban nem biztos, de attól függetlenül ne zavarjátok meg. Igen, aztán 10 év múlva már szépeket gondolnának róla. Nadal jöhetne? Ő mondana, a Nadal mondana. Na, jó, de akkor nem a Nadal. Hát. Képzeld már azt a szituációt, amikor ott állunk ugye a nyitott sírön, és akkor mindenki beledob egy marék földet, én meg beledobnék egy hajvasalót. Értem. Ma mondjuk, hát nem biztos, hogy kéne, mert nyilván mellé temetnék. Az mint a lovakat régen. Igen. Egy Roger hasonmás melegítene a háttérben. 10 hajvasalót lőnének bele íjászok a sírba, és ez így beledőlnének. Hát vagy a hajvasalókat, vagy pedig mondjuk a Wundersen és Super Sexy teljes tábját. Szerkesztőket, segédszerkesztőket követnének a sírba, hogy ott is téged szolgáljanak. Na, ez mit szólnál például? Hát ugye ez egy régi szép hunszokás. Az jó lenne egyébként. Nem? Annyira fél mindenki erről beszélni, pedig szerintem minél inkább tudatosítod magadban azt, hogy meg fogsz halni, annál jobban tudod értékesíteni azon perceket, amiket itt töltesz. Ha elhesegeted, ha erről nem veszel tudomást, akkor úgy élsz, mint ez soha nem történne meg. És igazán fontos dolgokat nem tudsz megélni, mert azt gondolod, hogy lesz még időd újra megélni. Igen. De ha minden nap te tudatosítod magadban, és reggel elvégzel egy ilyen 2 perces meditációt, hogy te meg fogsz halni, bármennyire is morbid, és most tudom, hogy az első ura, sokkal jobban éled meg azt a napot, meg sokkal jobban éled meg azt a hétvégét, meg azt a párkapcsolati dolgot, meg bármit. Ugyanis tudatosítasz magadban egy nagyon fontos dolgot, hogy ez nem lesz mindig így. Véges. De erre nagyon sok ilyen meditációs gyakorlat van, amikor azon meditálsz, hogy nem sokára, vagy valamikor, vagy egy megmutatatlan időpontban te meg fogsz halni. Van is a mondás, hogy éld minden napodat úgy, mintha az lenne az utolsó. Igen, csak ugye ez egy mondás, viszont ha erre te rá meditálsz, akkor egy idő után, egy fél év, egy éves gyakorlás után, ez olyan szinten beivódik a mindennapjaidba, hogy konkrétan egy naponta, 2 naponta, 3 naponta ez eszedbe tud jutni. De már nem úgy, hogy féljél tőle, hanem elkezdjél örülni azoknak a dolgoknak, amiket még meg tudsz élni, hiszen itt vagy. Nagyon jó gyakorlat, tibetiek csinálják egyébként. Döbbenet, hogy milyen változások indulnak el az emberben. Csak ugye mit mond az európai, erről ne beszéljünk, jaj, jobb nincs, igen, majd, ha. Majd úgy se kell jönni, pedig sajnos, ez... és hiszél, de minél később. Igen, de pont a fordítottja működik. Tehát minél jobban tudod, annál jobban értékeled azt, ami van. Érdekesebb készülni rá, igen, azt mondják, hogy egy jó szamuráj japánok, és azt mondják, egy jó szamuráj minden nap meditál a halálról. Na hát akkor ne érje váratlan egyértelmű, hogy ki mehet el először, ő van felkészülve. Na jó, de ha esetleg... Egy valaki nem lesz ott, tehát valaki utolsó lesz majd, valakinek már nem tudunk elmenni a temetésre. Ha előre ledumáljátok a családdal, és esetleg ne adj Isten, nem kívánom nektek természetesen, de előbb mennétek el, mint én mind a kettőtökét megszervezem. Ferit felrabatolozzuk egy svéd asztalra. Körbe lehet enni. Körbe lehet majd enni. Sushit állat, én még szívesen feldobok rád. Egy lazac sashimit, én még leeszem a testedről szívesen. Nekem az a nincs bajom. Fogjuk temetni, már eldöntöttem, hanem valószínűleg egy viking temetést fogunk neki rendezni, és kedvenc vízi sporteszközét fogjuk belökni az ő testével együtt a Duna közepére, én pedig egy égő nyílőeszővel a partról fogom felhívtani. És órákig, napokig ott állunk, mert nem találod el. Mennyi idő, ami körülbelül kikopsz, szerinted? Nekem, tehát mondjuk egy ilyen 15 éves vagy 20 éves médiás pályafutás után, mennyi? Egy év? Nagy max. 2? A család őriz, de hogy így pillanatok alatt, nem?
Egy-két olyan ember van, aki gondol rád, meg hogyha néha így előkerülsz egy-egy bulvárlapban. Valahol rá, így. Akkor esetleg, de egyébként nagyon így hamar. Konkrétan arról szól a dolog, hogy körülbelül fél év és totálisan kikopsz. Nem? Megnézi, megsirat, vagy az se, fölélegzik inkább, de jó, a hülye, hogy arcoskodat, azt mondom, na nézd meg, mert hova jutott, nézd meg, hogy, és körülbelül fél év és egy év is vége van. Mondjuk évente egyszer, max. Kétszer mindig előveszik ezt a bulvár közhelyt, ezt a mi történt vele, tehát hogy amit a Palik Laciról is írnak időről időre. Miközben ő már ezt nem szeretné, meg már nincsen a médiában, de hogy, és még vannak néhányan ilyenek. Jó, de itt más, ugye itt a haláleset van benne, tehát aki nyilván él még, azokat előveszik, de hogyha így elhunysz, akkor is fél év, egy év. Körülbelül, ugye? És így nagyjából. Hát attól függ, hogy mekkora kultuszod volt. Azért Zambó Jimmyre mindig emlékezni fognak. Na igen, például Jimmy. Hát azért ő nem tud kikopni kell. Na jó, de ő a dalaikban tovább él mellett. Igen, neki vannak olyanok, amiket ha meghallod, ugye hát most... Nekem maximum letöltesz a YouTube-ra egy-két videót, azért azok se rosszak. Sőt, azért azt gondolom, abban volt a rock'n'roll. Mekkora tahó volt. De kár érte. Jaj, érdekek, 20 éves volt. Hát de most, hát miért mit? Hát, hogy értem, megnézik, hogy beírják is Sebestyén Balázs, és akkor a legnagyobb like számú, vagy legnagyobb nézettségű videót, és akkor az alapján. Figyelj, fát ültettem, azt mondja, ültess egy fát, írj egy könyvet, mi van még? Nemzet gyereke. Meg vagyok. Tehát fát ültettünk az esküvőn, mert ugye az volt, hogy egy közös fát kellett ültetni, és akkor azt minden év elküldik neked azon a helyen, hogy mekkora a közösen ültetett fád, és nézzük, hogy évről évre mekkora nőtt a Wikivel ültetett fánk. Ez egy nagyon pozitív dolog. De a könyv meg volt, mondjuk nem annyira szerencsés, mert ő paradicsomot, paprikát és csillagtököt ültetett. Az is fejlődik. Jó, de nem a gyerek megvolt, a könyv megvolt, fát ültettem. Kész vagy. Na. A gyereke, hát ezt meg vagyok. Ti hogy álltok a könyv fa gyerek projekttel? A gyerek megvan. Gyerek megvan, a könyv, fa megvan. Könyv. Kis könyvünk van valami. Nem? Nálad a könyv fa. Ugye? Vagy fát te ültettél? Hát biztos, Jani. Fát nem ültettem. Nehogy már. Nem ültettél még egy nyomorult fát valahol? Nem, nyomláltam a ti fátokat, mert nem gondozzátok. Na és milyen a magyarófám, szép, amit ültettem? Nőtt nagyon? Szép, így van. Magyarófát ültetni? Magyarófát ültetni. Egy almát, vagy egy... Mert almafát mindenhol ültetnek. Magyarófa az olyan magyarófa. Egy évben ő 3 centit. Haladócs. Minden évben lemegyünk a Wikivel, megnézni, az összes ültetett fajért 10 méter, 15 méter. Az a miénk. Nem. Látod, Wiki, mondom. Sebesen az ott. Ilyen a mi házasságunk. Ilyen tartós, ilyen lassan fejlődik. És ott van 30 méteres fák vannak, és ott van egy kis középen, egy kis magyarófa. A faluból beszabadult véletlen valahogy a lyukaskerítésen egy kecske is a felét lerágta. Ebből már nem lesz fa, de szép lesz ő. Igen, megnyírek. Most úgy néz ki, mint igen, egy ilyen kis cserje. Most újra már vissza kellett metszeni, de nincs ezzel baj. Na mindegy, jó van. Morbid volt ez nagyon? De nem. Hogy volt. De pont az van benne, amit te mondtál, hogy nem merünk beszélni a halálról. Hát most mertünk. Kellene, pedig sokkal többet, igen. Most vidám lesz, most jön a Csernus 8-tól, ott aztán mindenki sírni fog. Hát ez majd ilyen reggel, ilyen is van, nincs ezzel baj. Fél 8 múlt, pontosan 4 perccel lehet jelentkezni játékra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:48 múlt 3 perccel. De jó lendületes dal ez. De ez nagyon jó kis igen. James Arthur, ha kérnétek a Csabinál. Jó dal. Jó volt. Tényleg. Igazi reggeli dal. Én még nem adtam neked oda a pénzt, amivel tartozom most jut eszembe. Véleményes a dolog, ugye egy teniszmérkőzésről van szó, amely általában a tárgyát képezi. Adál és Gyokó nevezetű férfi emberek csaptak össze. Megbeszéltük adásban egy picit a dolgot, de tulajdonképpen mi adásban nem fogadtunk. De adáson kívül igen. Adáson kívül hát... fogadtunk, hát egy úriember vagyok mélyenleg belül, na adjad ide. Azt én mondom, én is úriember vagyok. Adásban nem, pénteken nem, ugye az ATP döntőre, de adáson kívül a folyosón igen. Hát ez most akkor mindegy, hogy most akkor majd adáson kívül adom oda. Két ilyen menetben, vagy szedben, vagy minek hívják ezt a ízét, eldáspágolták ezt a nadáltőt, ennyi. Igen, miért nem olyan nadáltő balzsamot? Az a nadáltő balzsamot már saját magára kell kennie. Ennek a fiúnak, ennek a nyomoroncnak, ennek a tehetségtelen senkinek, a kutyaütőnek, aki egyébként végignyerte az egész évet. Hát, de Gyokó jó volt, basszus. Jó. Nadal sem játszott jól, de jó volt a Gyokó. Szóval, hogy ezt a Gyokovicsot nem tudja most jelen pillanatban senki megverni, úgyhogy jár a pont. Jár. Sokat nem bukik vele, mert általában, amikor veled fogad, akkor mindig azt, amire te teszel, azt megfogadtatja velünk kétszeres pénzért hazafelé. Úgyhogy én a Janival visszahozatom. Persze. Persze.
ellened nem tudok nyerni, aha, pedig olyan hülye vagy a teniszhez, hogy az elképesztő. De is, mondd nyugodtan is. De hogy közben meg valami olyan döbbentes érzékkel fogadsz mindig arra, aki éppen nyer. Hogy én nem tudom, miért megyek még mindig ebbe bele. Mondd azt, Jani, hogy te hallottad, hogy 40 ezerre fogadtunk, és akkor adok belőle egy tízest. Hát igen. Jó, majd ideadod, hagyjad, ne ostorozd magad, ha most nincs nálad ekkora összegű készpénz. Dupla vagy semmi, Ausztrál Open január vége messze van, mi? Hát igazán az a kis de rossz próbálkozás. Jobban van nálam, de fogadhatunk rá akár előre is. Nem, mert meglátjuk. Na, ott, meglátjuk. Magyar bajnokira. Magyar bajnokira, jó. Fucsovics Marci kim volt egyébként. Ugye ő melegítette őket. Ja, igen. Ez nagy dolog. Igen. Ütögetett egy kicsit a Gyokóval. Látod, ezért tudtuk, hogy jó helyen van, a Gyokóhoz tett pénz. Jó menedzsmentje a Marcinak, most nagyon ők vitték oda ki. Ilyen rövid idő alatt ő bármit el tud lesni a nagyoktól? Hát nem, mert azóta volt egy ATP Challenger, és meg kikapott két szedben, tehát nem tudom, hogy mit tud. Nyilván itt nem is arról van szó elsősorban, hogy te valamit ellesel, hanem bekerülsz egy olyan véráramba, ami utána jót tesz. Tehát olyan kapcsolatokat kötsz a menedzsereid, ott lehetsz a nagyjátékosod, beütöd őket, hívnak legközelebb, és ott ülsz pénzért, és ha kell, akkor edzel valakivel. Persze, mentálisan biztos tudnak mondani dolgokat, most az, hogy a tenyerest hogy üti, abban már azért olyan nagyon nem. Itt inkább a mentális az a része az, ami még sokat fejlődhet. Tehát azért ők már 22-23 évesen technikailag egyben vannak, aha, a tenisznél. Itt most nem, nyilván még tud javítani a szerváján, meg folyamatosan fejlődik még a Nadal is. De inkább a mentális dolgokat tudják ellesni, vagy azokra tudnak rákérdezni. Hogy ne lógasd az orrot, hanem szedd össze magad. És na, akkor... látod például? Gyoko, mit csináljak, amikor szetlabdámban 2-1-nél? Hogy kell azt beütni? Ne lógasd az orrot, Marci. Szedd össze magad. Szedd össze magad. Szedd oda. Szerintem. Tedd nagyon oda. Jó. Ez most 100 000 dollár volt ez a jó tanács a következő. Úgy a fáját, hát miért nem te vagy ott? Biztos, hogy rengeteget tanulod belőle. Be tudnám. És mit mondod a Gyoko, hogy ne szontyolodjak el? Hú, de jó. Igen. Hát mi pont ezt? Hát mentális dolgokról beszélünk, hogy elengeded, amikor már a másik vezet 30-15-re, vagy mi ez a pontozás, érted? És olyankor összeszedni magad, az a marha nehéz, szerintem. Én, aki hát értek ehhez. Annyira jól tolod, hogy szintén most találkoznánk először, azt gondolom, hogy egy tenisz fenomén vagy. Tehát nem, hogy értesz hozzá, játszol, csinálod, és fejben előre le tudsz osztani 5 labda menetet, vagy hogy hova megy majd a labda. Ezek a jó tanácsok, ezek olyanok lehetnek, amikor például a madár mondta ezt sokszor, hogy amikor kiabálnak neki be a ringbe, hogy üsd ki! Ja, tényleg! De jó. Hát basszus, majd elfelejtettem. Hát szemben. Ja, akkor kiütöm. De nagyon jó ötlet, köszönöm. Igen, igen. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Owen bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a pároloktatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Gyorsan előtte csak egy-két friss közlekedés. Balesetezett a villamos az Őrsön, a 3-as és a 62-es villamosok nem járnak, és hatalmas dugó van a Hűvösvölgyén kifelé, teljesen beállt. Ha valaki látja, vagy tudja, hogy miért, akkor írja meg nekünk, köszönjük. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Levi! Szia! Hello, hello! Levi, honnan hívsz minket? Hát papírforma szerint Győr mellett élek, de most éppen Cserszeg-Tomajon vagyok. Mit csinálsz ott? Úton vagyok Nagyatádra szervizelni. Szervizelsz. Így van. Jól van. Oké, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi, Beru néni, figyelj! Gyakorolják a nővérvágást. Ja. Csúnya haláleset lesz hát a vége, a, de igen, fogadjuk el. Nyilván töltőn van a fénykardjuk, és azért. Igen. Igen, a hagyományos fegyverekkel kell gyakorolni. Mutatjuk, mit énekelnek. La 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 la. Ó! Oh. Még egyszer lehetne? Igen, ugyanilyen rövidet fogunk mutatni. Figyelj, igen. Rövid lesz. La 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 la. Annyit segítünk, hogy mi nem játsszuk ezt a dalt. Tudum. Köszi. De nem miattunk. Fontos, hogy nem miattunk. Nem. Ó, lehetne hosszabbat. Ó. Oh. Ez így most nem sapka meg. Ugrott. Ajjaj. Az, mint a húzat úgy ugrott. De még van más. La 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 la. Most ha ebből nem megvan. Nem, mondd már ki. Mondjad. Nem lehet.
Na jó, mutassuk meg, nem várunk tovább, mert ez nincs meg, nem, akkor nem tudunk venni. Kicsikítjük a világ nekem. Igen. Oké. Okay. Nem ugrott be, de meg volt. Na mindegy. Köszönöm azért, hogy játszottam veletek. Köszi, Levi. Köszi, sziasztok. Ciao. Gyerekek, mai címlap, hogy nem játsszuk a Majka zenéjét. Hát most akkor játsszuk, vagy nem játsszuk? Most hát, játszunk. Hát nem mi tudom. Szól? Tessék, mi szól? Tessék. Tessék. És megvádolták szegény Eugént. Kitiltották a dalajbat a rádióból. Hát tessék, Majka. Itt van. Látom tisztán a holnapot. Hallod? Jó, hogy is. Belehallok. Na. Ha úgy tartja kedvem, néha beleiszom. Szólj rám, ha egyszer véletlen. Egyébként gyerekek, ez egy annyira jó dal. Jó kis nóta. Komolyan mondom, ha Funkadelit játsszuk, miért nem játsszuk Majkát? Na? Jogos. Nem tudom, olvasni. Mert a teszter nem megy át. Tessék, ja, az újság, nem olvastam még a cikket. Funkadeli. Tessék? Funkadeli. Aha. Funkadeli. Nevezzük át a nótát Funkadelire. És akkor mindig ezt. Gyerekek, a zene nem a mi dolgunk. Nem. 4 perc van, pontosan 8 óra. Vendégünk jön. Ide a stúdióba reszkessetek. Végetek nem, van. Nem analizál. Miket hát az igen? A biztos nem. Nem. Analizálni nem szokott, nem szokott minket. Csernus Imre jön hozzánk. Új könyvvel robbant, hiszen kitört a karácsonyi könyvpiac, a karácsonyi könyvvásár, és ebből Csernus Imre se maradt ki. Kiú címmel jelent meg legújabb könyve, erről faggatjuk majd. Így. Hallhatunk majd sokat mondó elnéző sóhajokat. Naív kérdésekre. És megint úgy éreztetjük, hogy semmit sem tudunk a világról. Ezt a kérdést. Na de válaszolok, hiszen bejöttem. Ennyi kiforratlan személyiség. Van még dolgom. 4 perc, pontosan 8 óra Csernus Imrével jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello, hello. Jani. Hello. Szép reggelt. Nyitott az automata. Kintott az automata, igen. Ez csak 4:09 van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vannak közlekedési hírénk. Trafi Pesten, a 8. kerületben a Vágóhíd utcában az Üllői felé. Sokan belefutnak, mindenki vigyázzon. Valamint a 44-es főúton Békés-Szentandáson KPM, valamint rendőrkontroll Öcsödnél, egy furgon az oldalán, a temetőnél az éles kanyarban. Jaj, a kettő nem ugyanaz, csak vesző nélkül jött is így egy picit nehezebb. Hűvösvölgyén azért van dugó, mert még nem fejezték be a villamos pálya felújítását, amit október végére ígértek, ezért pótlóbuszok közlekednek, és emiatt hatalmas dugó van, valamint a vadaskerti lámpa ki van kapcsolva, akkor viszont minden jól megy. Ha ki van kapcsolva, igen. M544-es kilométernél Szeged felé rendőrök leselkednek, ezt Laci küldte nekünk, valamint a 61-es főúton előszállás és alsó Szent Iván között a jobb útpálya nagyon csúszik, a traktorok által felhordott sártól óvatosan menjen mindenki. Ez pedig Akrobata írta nekünk. Itt vagy, Jani, megjöttél, de jó? Sziasztok! Hello. Persze, kis szeretném egy kicsit rudizni. Rudizni? Rudizni. Ja, rudizni. Na, nem úgy. Ha értjük. Túl a desszert csokoládéval burkolom. Ma még ez volt az első édesség, amit bevittél? Aha. Mi hogy ilyen sokáig bírtad? Na, vendégünk is van, ahogy mondtuk, megérkezett hozzánk Csernus Imre. Hello, jó reggelt kívánunk! Hello! 5 perc itt ül egy szót sem szólt, nagyon szórakoztató. Csak figyel, csak meg itt imádom. Van a röntgenszerű csávó. Itt van az átvilágító ember, beült ide a megszólásod 6 perccel, én néma csöndben ül, és issza a vizét. Jó, mert nagyon nem kérdeztük. Ez is igaz, hát most nem, már majd adásban minden megkérdezünk. Igen. De már most jogsz, ez jót jelent. Hallottad, hogy miről beszélgettünk a hírek előtt véletlenül? Vagy nem menit? Figyeltem. Nem figyelted. Nem, megint azt mondjuk. Akkor majd mi se fog. Milyen szántó gondolatok voltak. Nem, csak kíváncsi lettem volna, hogy arra rácsatlakozva egyébként mit mondasz. Egy jó fél órát beszéltünk vidáman a halálról. És így, ez tök jó. Igen. Kíváncsi lettem volna. Nyomtuk azt, hogy a fél óra halálról után jön a Csernus, na gyerekek, vége van mindennek. Jó, mindegy, akkor nem hallottad. Na, könyv. Új könyv. Ugye ezt látjuk, ezt halljuk. Kiút címmel. Jól mondom? Jó. Egy hete juttatta el a kiadót hozzánk. Azt azért férfiasan beismerem, hogy még nem olvastam ki teljesen. De belolvastam, felkészülve, hogy... De a címet már bebifláltam. Egy hétig magoltam. Felkészülve, hogy jössz erre az interjúra. És amit észrevettem elsőként, hogy ez egy jóval nehezebben megfogható téma, mint az előző könyveid. Vagy hát legalábbis a férfi és a nő. Mert az, hogy valaki valahonnan ki akar jutni, erre nincs szerintem egy általános recept. Tehát ezt szerintem mindenkinek magában kell megtalálni. Te mégis megpróbálsz utat adni,
hogy valahonnan jussunk ide. Honnan kell kijutni? Hát a pokolból. Na. Honnan? Hát figyelj, hát hogyha szétnézek, mindenkinek megvan a saját kis nyomora. De hát legtöbbször fogalma sincs, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik. Már a kijutáshoz, vagy magáról a nyomorról nincs fogalmunk? Tehát nem. A nyomort azt még meg tudja fogalmazni, aha, hogy nekem nem tetszik az, hogy. Miközben észrevettem azt, hogy szinte mindenki egy adott nehéz helyzetben megérzi, hogy mi a megoldás. És igen, csak ahhoz annyira benne kell már lenni, nem? Hogy mindig akkor kapod össze magad, szerintem ilyen maximálisan kapcsolva az energiákat, mikor nagyon-nagyon nagy gond van. Tehát én nem gondolom, hogy le tudok futni 100 métert is, viszont ha égne az autóm és ott van a gyerekem mellette, akkor biztos, hogy marha gyorsan tudok futni. Nem ugyanez a rendszer működik? De tudod, mielőtt felcsapnak a lángok, nagyon sokszor ott vannak az előjelek. És azt vettem észre, a nagy rohanásban nem hallgatunk a belső hangra. Hát mert nem biztos, hogy látod, hogy az a megoldás, vagy az az előjel. Lehet, nem látod, de... Mert jó, most kicsit itt a kérdés, akár meg kicsit túlságosan belecsaptunk, mert aki még nem ismeri ezt a könyvet, vagy nem tudja, akkor a címe alapján próbálja elgondolni, hogy miből kell kijutni. Hogyha azt néhány mondatban elmondanád nekünk, hogy mi az, hogy kiút. Tehát ugye, hogy vannak problémák, minden embernek megvannak a saját démonai, sok ember vágja át magát különböző hazugságokkal, és hiszi azt, hogy az ő élet egyébként jó, valahol viszont a lelke mélyén tudja, hogy nyilván nem. Ezzel fél szembenézni, fél megoldani. Számomra nagyjából ezt jelenti a kiút, de hogy neked mit jelent? Mert ez nem egy egységes recept, ami mindenkire vonatkozhat. Hát figyelj, hát végül is, hogyha én megfogalmazom, hogy például boldogtalan vagyok, vagy elégedetlen az életemmel racionálisan megvalósítás szempontjából, akkor nagyon fontos tudnom azt, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezem, hogy melyek a segítő tényezőim és a gátló tényezőim. Hogy... mi az, hogy felelősségvállalás? Mi az, hogy felnőttség? Mit jelent az, hogy érzelmileg leszakadni a szülőkről? Miért hat ki ez a férfi és a női identitásra? Szóval rengeteg olyasmit beleírtam, amiről azt tapasztalom, hogy az emberek nem tudják. De én azt vettem észre viszont, hogy a magyar ember inkább olyan, hogy a legutolsó az, hogy beismeri, hogy erről ő tehet, hogy ennek a cselekmény sorozatnak ő az oka. Tehát a magyar ember abban egyébként kiváló, hogy mindig mást. A rendszert, a munkát, a munkaadóját, a politikát, a külső körülményeket mindig hárít, mindig áttol, mindig leveszi a saját vállalóra a felelősséget, megnyugtatva a saját lelkiismeretét. Nem? Csak ez nem a felnőttségnek az állapota. Uh-huh. És ekkor jöttem rá, hogyha én a felelősséget állandóan hárítom, akkor egyrészt nem vagyok felnőtt, ha nem vagyok felnőtt, akkor miért várom el a felnőtteknek kijáró ez a csomagokat? Akkor nem jár. Nem jár sem a felnőttek presztízse, sem a boldogsága, sem a stabilitása. Vágyakozni lehet rá, de nem jár. Na jó, csak ahhoz, hogy ezzel az ember szembenézzen, az kell egyfajta önismeret. Így van. Nem? Tehát el kell jutni az önismeret azon szintjére, hogy én szembe tudjak azzal nézni, és bemerjem magamnak ismerni, hogy mi az, ami nem jó az én életemben. A munkám, a házasságom, a párkapcsolatom, a baráti kapcsolataim, vagy ezek hiánya. Azért az egy mélyebb önismeret, amikor az ember már idáig eljut, hogy ezeket elkezdje magának kimondani és beismerni, nem? Éppen ezért rájöttem arra, hogy ahhoz, hogy őszinte legyek magamhoz az életem különböző területeit illetően, elengedhetetlen, hogy akár évekig hazudjak magamnak. Miközben azt hiszem, hogy frankó vagyok. Tehát fontos az önbecsapás. Hogy először csapjam be magam, hogy utána tudjak kijutni? Így van. Uh-huh. Hogy megfogalmazzam azt, hogy hát hihetetlen, hát én hazudok magamnak. Nem a szüleim hazudnak nekem, az egy dolog. Hanem én önmagamat életét illetően becsapom magam azzal, hogy én milyen szép életet élek. Tapasztalataid szerint egyébként a magyarok miben hazudnak maguknak leginkább? Nyilván számos beszélgetés juttatott el téged oda, meg számos pacienset, hogy ezekre rágyere. De hogy mi az, amiben leginkább hazudunk? Vagy mi az, amiben leginkább őszintétlenek vagyunk saját magunkkal szemben? Hát például az egyik nagy hazugság az úgy hangzik, hogyha anyagi világban különböző anyagi értékeket megszerzek, hogy akkor boldog leszek. Uh-huh. Egyik legnagyobb hazugság. Mert az ember, aki komolyan gondolja, hogyha meg tudok venni egy álomházat, egy álomautót, akkor minden rendben van az életemmel. Igen. Persze. Ez egy teljesen helyén való dolog vannak. Szerintem. És nem tudják az emberek, hogy ez anyagi biztonságot eredményez, de érzelmi biztonságot és boldogságot nem. De honnan kéne tudniuk? Nem tudhatod. Hiszen ha te még nem vagy gazdag,
és ha nem élted meg azt a tudatállapotot, akkor honnan kéne tudnod, hogy valami olyan nem adja meg neked azt, amiben még nem vagy. Igen, ez nincs így. De szerintem... az csak anyagi stabilitást jelent. Igen, de amíg én szegény vagyok, és amíg én azt gondolom, hogy majd ha nekem sok pénzem lesz, boldog leszek, addig nem jövök rá, amíg nem lesz sok pénzem, és nem élem meg, hogy még itt sem vagyok boldog. Ez egy kollektív önbecsapás valójában, mert ez a hazugság már régóta tart. Ez nem most generálódott. Szerintem nem ez a hazugság, én ebben nem értek veled egyet. Szerintem a hazugság az, amilyen állapotban már te benne vagy, és ott vágod át magad. Ha te valamire vágysz, és azt az állapotot még nem tudod, mert nem ismerted meg, akkor még nem hazudsz magadnak, hiszen nem voltál abban az állapotban. A hazugság szerintem az, amikor azt mondod, hogy jó a házasságom. Vagy jó a kapcsolatom a gyerekemmel, de már benne vagyok, és közben egyébként tudatalatt tudom, hogy nem jó, és tudom, hogy becsapom magam. Ha egy vágyott állapotban hazudok magamnak, mint az emberek hiszik azt, hogy ha sok pénzük lesz, akkor boldogok lesznek, azt azért teszik, mert nem tudják, hogy mi vár rájuk majd akkor, ha sok pénzük lesz. Tudod, amit te mondasz... Tudod, a Balázsnak az egyik legnagyobb problémája. Figyelj, na most a hárítás nagyon ravasz. Nem. Figyelj, ismerlek már. Ahogy, amit ő nyom, ez a klasszikus, nagyon okos embereknek a kommunikációja, amikor elkezdenek túlbonyolítani dolgokat. Én azt gondolom, hogy a megoldás felé vezető út az sokkal egyszerűbb. És ezt az egyszerű út az, amit a belső hangunk mond. Hogy adott helyzetben mit csinálni. Mert ez nagyon szépen hangzik, amit a Balázs most elmondott, de a hallgatóknak az 1%-a, ha értette. Éppen pedig ezért... olyan egyszerű volt, amit mondtam. Hát nem. Mert szerintem... én azt gondolom, adott helyzetben igenis tudni kell nemet mondani. Mert ez tök jól hangzik, de ez magadról szólt. Én meg amikor beszélgetek sok emberrel, akkor próbálom nagyon egyszerű szavakkal megfogalmazni a folyamatokat. Például azt, hogyha boldogtalan házasságom, akkor az első kérdés az, hogy felnőtt vagyok-e én? A felnőttség meg az érzelmi felelősségvállalást jelent. Tehát kimondom-e én adott helyzetben a páromnak az érzéseimet bármivel kapcsolatosan? Legyen az, hogy észrevettem valakit az utcán, és az megtetszett. Miért nem mondanám ki? Vagy hogy leszólítottak. De én azt tapasztalom, hogy a mai kor embere elképesztő sok félelemmel és parával van tele, miközben erőset játszik. Ez egy óriási hazugság. Miközben lehet látni azt, hogy nem rendelkeznek azzal a kisugárzással és stabilitással, amit mutatnak kifelé. Én ennél nagyobb hazugságot nem tudok elképzelni és önbecsapást. Mert a vágyfülő észreveszi ezt, hogy a haverjaim néha mondják azt, hogy nézd azt a jó nőt, miközben ránézek, és nem érzem belőle a tartást és a kisugárzást. Fizikálisan mindene megvan, csak hiányzik belőle valami szikra, valami tűz. Másképp ítélitek meg, de attól nekik lehet jó nő azért, mert neked nem ugyanaz. Fizikálisan jó nő. Abszolút fizikálisan. De nekik ez a fontos a dologban. Igen, abban a pillanatban. Csak a következő, hogyha haláról beszélgettetek az öregedéssel, a fizikum... Az el fog múlni. Az el fog múlni. És akkor utána mi van? Ez akkor hogy mi van? Tehát ezt én megint nem értem. Nem hát, értem. Hogyha hát hogyha csak a testiségre utazok, fizikumra, akkor az megöregszik. Utána a legtöbb ember ezért, mondjuk pasik, ezért váltanak fiatalabb nőre, ötvözve azzal, hogy elképesztően bizonytalanok férfiként. Tehát az ember ezért születik, hogy bizonytalan legyen. Tehát ez a tanulási folyamat. Tehát itt nem arról van szó szerintem, hogy neked ezt tudnod kell, vagy ebben lehet, hogy egyetértünk, hogy ez a fajta bizonytalanság az, hogy mire te meghalsz, addigra ezeket szépen leted és meghámod saját magad. Erről szólna az élet, nem? Így van. Tehát ez a fajta bizonytalanság, ez szerintem nem egyfajta jellemhiba, hanem önismereti hiány. Így van. Nem? Én nem mondtam, hogy jellemhiba. Hát ez egy fejlődési állapot. De, illetve folyamat, ahogy mondtad. Abszolút egyetértek ezzel, de hát az emberek legnagyobb része nem tudja, hogyha ebbe a részébe, személyiségének ezen részében nem fektet bele munkát, akkor ez nem lesz megcsiszolva. Igen, és hogy lehet úgy tanácsot adni? Kérdezem leginkább azért tényleg, mert nem olvastam még el a teljes könyvet, hogy ezeknek mindenkinek a saját egyéni démonai. Tehát ez mindenkinek a saját egyéni pokla. Erre nincs egy általános recept. Ez nem egy alapműködés, ahogy a férfi működik, vagy ahogy a nő működik, ez mindenkinek a saját személyes harca, a saját démonain és felismeréseink keresztül. A félelem az félelem. Hát az, igen, a félelem az mindenkinek. Csak mindenkinek más típusú félelem, másból eredő igen. Félelem, nem? Másból eredő, de éppen ezért fontos az, hogy a feszültséget oldani önmagunkból úgy lehet, hogyha én arról beszélek. Uh-huh. És
nem pedig hallgatok. Ez egy általános dolog. Hát így oldjuk a feszültséget. Természetes úton. Persze lehet mesterségesen, hogy iszunk, eszünk, vásárlunk, meg egyéb kompenzációs eszközök, de az a tüneti kezelés lesz. Nem az oké. Például az, hogy hazamegy a pasi, és akkor rettenetes napja volt, és akkor megkérdezik tőle, hogy szívem, látom, hogy feszült vagy. Az egyik opció az, hogy hagyjál békén, mert te is ugráltatsz más szavakkal, vagy pedig azt mondani, hogy úgy mellbevágott az, amikor a főnököm igazságtalanul leszúrt, miközben úgy éreztem, hogy olyankor megsemmisülök. Tehát akkor azt mondod, hogy ez a könyv ez arról szól, hogy mondjuk ki, amit gondolunk? Nem. Akkor mi ez? Ez a könyv arról szól, hogy kimondhatjuk azt, amit érzünk. Nagy különbség. De ezt le lehet írni egy mondatban is? Nem lehet. Nem lehet leírni. Hát nem lehet leírni azt, hogy akár önbizalmat, hogy lehet szerezni. Hogy lehet érzelmileg leválni a szülőkről? Mit jelent az, hogy mit olyankor leírom a gyávaság körét, hogy a gyávaságból hogyan születik a megalkuvás? Hogy akkor ennek következtében hogyan adom fel a saját álmaimat? Mind racionális, mind érzelmi önmegvalósítás szempontjából. Vannak ebben a könyvben effektíve konkrét gyakorlatok is? Ajánlatok. Mert nekem az ilyen típusú könyvekkel mindig az leginkább a bajom, hogy ha nem kapunk egészen konkrétan A-ból B-be vezető lépéseket, gyakorlatokat, akkor ezt az ember elolvassa és 5 percig saját magának érzi. Az ember elolvassa, 10 percig saját magának érzi, vagy akár egy hónapig. De mikor elmúlik a könyv hatása és leteszi, akkor visszasüllyed szépen ugyanazon körökbe, ugyanazok játszmákba, ugyanazon sémákba, amik születésünktől kezdve már kódolva vannak bennünk. És ha nincsen fogva a kezünk, akár egy személyes terápián keresztül, akkor szerintem a lehető legnehezebb ezekből kivezetni az embereket. Sokkal nagyobb erő van bennünk, mint hogy mi azt hisszük. Uh-huh. Mert hogyha állandóan van egy terapeutánk, az a támaszkodásnak a jele. Na jó, de el kell... És nem önmagamra támaszkodom. Te akkor vagy egyébként sikeres, amikor valaki elköszön tőled, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, viszontlátásra, nem kell többet jönnem ide hozzád? Te tudod, ez nagyon érdekes, hogy a könyvben leírtam, hogy én nem szeretem használni önmagam életébe a kell szót. És észrevettem, hogy azok az emberek, akik használják a kell szót, az mindig a megfelelni vágyásuk jele. Hogy muszájból cselekszenek, nem pedig szívből. Tudatában annak, hogy ők választhatnak. Ez a könyv, ez egy a választási lehetőségek felsorolása, úgy, hogy én a másik emberre bízom, hogy ő hogy fog dönteni. Ne, én nem mondom, hogy ezt kell. Hanem ezt lehet. Pontosan. Hát az a szabadság. Csak válasz. Választhat. Írsz az Y generációról is, ugye? Hogy ők már így a virtuális térben élnek, és hogy tulajdonképpen innen kapják a visszaigazolásokat. Ugye hát itt a Facebookról van sok említés, hogy ez micsoda egotrip, meg micsoda lelki csapda. Na ebben például egyetértünk. Ezt én is így gondolom, amit te írsz, hogy semmi más... Ölelés. Semmi más, mint az önkép egyfajta olyan hiányos pótlása, ami egy elképesztően és bődületesen nagy csapda. Ezért nem csinálom én se például. Te Facebookozol, vagy te fönt vagy? Én fönn vagyok, de alig nézek rám. Ha mondtam, de én kétszer, ha ránézek. És ki fogja ezeket a gyerekeket, vagy fiatalokat? De nem is posztolsz néha, hogy gyengék vagytok, elbuktok. Magzatpóz. Nem. Megtanultam azt, hogy mivel teljesen másként nézek és látok, és látom a folyamatokat, ez adott esetben ez egy nagyon nagy fegyver. És megtanultam, hogy erről akkor beszéljek, amikor megkérdeznek. Ha nem kérdeznek meg, akkor még nem is gondolok semmire sem önvédelemből. Mert állandóan azon agyalni, hogyha látok valakit, hogy akkor, hogy ez mi lehet ebből, hát szétcsavarodnék. Hát ezzel az ember nem is tud foglalkozni, persze. Csak néhány mondatban, ugye mert nem mindenki olvasta még a könyvet, hogy mit gondolsz te a közösségi oldalról, hogy miért tartott-e nagy csapdának? Közösségi oldalnak van pozitív és negatív része. A negatív része az az, hogy azok az emberek, akik nem bíznak önmagukban, azok megállás nélkül posztolnak, hogy lájkolhassák őket, tehát így
tüneti szempontból meggyőződnek arról, hogy okosak, ügyesek, szépek, kreatívak. És szerethetőek. Abszolút. Mert ez mindig annak a jelképe, hogy az illető ember nem szereti saját magát, és szüksége van a megerősítésből származó szeretetre, idézőjelbe szeretetre, mert ez nem szeretet, ez csak egy visszacsatolás, ami csak tényleg ideig, óráig tart. És ezt látom Orbaszájban még a haverjaimnál is néha, hogy amikor feltesznek egy nekik tetsző dolgot, akár videót, vagy valamit, hogyha villámgyorsan nem érkezik x 50 vagy 100 like, akkor teljesen szétesnek. Hogy hol vagyok? Hát nem figyelnek rá? Hát ez meg annak a jel, hogy az illető ember nem figyel saját magára. Na és ekkor született meg bennem az a mondat, hogy mindenki csak azt a tiszteletet, megbecsülést kapja a másik embertől, amit ő saját magának ad. Na most itt jön a probléma. Ha önmagamnak hazudok az életem valamelyik területén, de ezt nem mondom ki, de úgy viselkedek, mintha erős lennék, akkor valójában hogy kapom meg az öntiszteletet? Miközben ártok magamnak. Ha meg ártok magamnak, akkor negatív hullámaim lesznek, tehát ugyanez sugárzik ki belőlem. Na jó, de hát a magyar emberek jelentős százaléka egyébként fönt van Facebookon, tehát akkor egy önismereti hiányban szenvedő. Mi például 231-en vagyunk jelenleg, igen, aki igen, még nem lájkolt az oldalunkat, tegye meg. Jó, de ez dermesztő egyébként, hogy ennyi ember keres akkor egy virtuális térben szeretetet, önigazolás. Na, szerintem az más, azért mondjuk a klasszebb. Nem, most nem erre, nyilván nem erre gondolok, most a Monix oldal, nem nézegetjük naponta. Hogy ugyanakkor azok a kapcsolatok, amik előtte megvoltak, és ilyen personálisak voltak, hogy leülünk egy akármire, és beszélgetünk, azok ezzel eltűnnek. Nekem a legnagyobb bajom az ez. Pontosan. A virtuális térrel, nem? Hogy inkább nem azok, akik ott vannak, már nem találkozik a másikkal, nem kezdenek el beszélgetni, megírom Facebookon. Na persze, mert a neten nem lehet fröccsözni. Hát igen, nekem van egy ilyen, ne igaz. Én ezért ragaszkodom ehhez. Az izgalmas az, hogy Facebookon, meg interneten keresztül elképesztő bőbeszédűek, és amikor személyesen találkozok ilyen emberekkel, szinte ütvefúróval kell kipréselni, kiütni belőlük a szavakat. Mert biztonságos felületük nincs nem mellett. Tudnak élesbe dumálni, miközben az éles helyzet mutatja azt meg, hogy valójában én milyen vagyok. Nem amikor a virtuális térben nézem a monitort, illetve mindegy, értitek. Mondjuk azért ez egy bátorságot is ad, tehát, hogy itt akár arról van szó, hogy az embernek meg kell nyílni, és el kell mondani a véleményét, akár negatív, akár pozitív, vagy önmagáról kell beszélni. Ott azért egy kicsit azért no-name tud maradni, ott nem kell szembesülni a tekintetekkel, ott nem kell a reakcióval. Nincs felelősségvállalás. Hanem úgy hazudhatok, hogyha akarok, ahogy gondolom. És akkor mi a kiút, vagy mi a megoldás? Tehát, hogy te a könyvben mit kínálsz? Azt kínálom, hogy milyen következményi hálózattal bír az, hogyha te elkezdesz ténylegesen őszinte lenni önmagadhoz. Mm-hmm. Ez mit jelent? Ez kicsit ilyen ködös nekem. Ködös? Mm-hmm. Hát, hogyha kimondom azt, hogy játszom az arcomat, és hazudok, akkor ez az első lépés. Ez az tehát először mondjuk ki. Így van. Mm-hmm. Utána jön az, hogy rájönni arra, hogy nem a világ tehet arról, hogy én ilyen életet élek, hanem az én döntésem. És ott kezdődik a pokolban történő megfogalmazás, hogy ott vagyok. Akkor megnézhetem azt, hogy milyen erőforrásaim vannak az önismeret által, mint mondtad, tehát az összes emberi tulajdonságaim. Akkor jön az, hogy ezt kiktől tanultam el, ez a szülői szocializáció kérdése. Akkor rájövök arra, hogyha én vagyok a menekülő azért, mert olyan vagyok, akkor rájövök arra, hogy a következő lépés az, hogy szerethessem magam, úgy, hogy nem mártok önmagamnak és másoknak sem, hogy első lépésként megbocsájtok önmagamnak a sok szaromért. Na és akkor utána jön az, hogy észreveszem, hogy milyen helyzetben vagyok, és akkor ennek megfelelően reagálok, és lépek, és érzek, és mondom. És tudom azt, hogy a belső stabilitást csak az adott napon érhetem el. Holnap újra kezdődik minden. Te ennek az útnak mondjuk a 100. méteréhez képest hányadik méterénél vagy? Én most vagyok itt. Az mit jelent? Hát itt és most vagyok jól. Az itt és most, az persze, az rendben hát, van. De hát az ember tudja tőle a démonait, ismeri a saját poklát, és ismeri a történetét, hogy honnan, hova kell eljutni, akkor nagyjából megvan az út is, hogy mit kell még letennem ahhoz, hogy én ebben vagy kell abban teljesen ki tudjak teljesedni. Nem kell semmit se letenni. Semmit se. Minek?
Én majd akkor foglalkozok ezzel, amikor majd jön. Addig minek foglalkozom? De miért ne kéne letenni? Hát dehogy nem kell letenni. Hát ha valakinek rossz a kapcsolata mondjuk az anyjával, és ő addig akkor játsza az anyja. Így van. Megoldhatom. Így van, hát ezt mondom, hogy ha játsza az anyja szerepjátéket, amit még az anyja rámért, akkor amíg ő ezt a dolgot nem teszi le, nem bocsát meg az anyjának, nem hozza rendbe, akkor nem addig öleli azt cipeli. Át szeretettel. Na, hát az a, ne, számomra ez a letevés, nem? Hogy amikor te meg tudtad tenni, át tudtad ölelni, letetted, és jöhet a következő feladat, nem? Nem, tudván azt, hogy az anyját nem fog megváltozni. Nem is erről beszélek, és persze. És holnap ugyanez a szituáció várhat rád. Tehát ez egy örök körforgás. Ez egy nagy meló, hogy ne? Hatalmas meló. Persze. Na ezért kérdezem, hogy te ennek a munkának mondjuk a 100. méteréhez képest hányadik méternél vagy? Hányadik méterénél vagy? Én ezzel soha nem gondolkodtam. Én azt tudom, hogy életemben jöhet fájdalom és öröm, mind a két oldalt jól tudom megélni. Akkor úgy kérdezem, hogy van még olyan feladat, amiben azt gondolod, hogy ezt még meg kell oldani, hogy jobb emberé váljál? Én emberből vagyok, tele mindennel, és nekem a legnagyobb megmérettetésem, hogy megtartani azt, amit elértem eddig. Uh-huh. Jó, ez kicsit ködös, de jó, értem, hogy mit mondasz, persze. Jó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, szívesen. Hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Csárus Imrével beszélgettünk 8:30 volt pontosan 6 perccel. Jövünk vissza a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Fú, nagyon sok SMS jött a Dokihoz kapcsolódva. Ugye Csernus Imre volt a vendégünk, és egy kicsit nehezebben megfogható témáról beszélgettünk. Igen, ezért is kérdeztem én néhány dolgot, mert szerintem ez ennél jóval bonyolultabb. De érdekes volt minden esetre, amit mondott, nem? Csak egy kicsit ez most nehezebben megfogható. Az pedig a könyv állítólag pont úgy íródott, hogy mindenki megfoghassa. Aztán itt lehet, hogy valahol elcsúsztunk benne. Nem, dehogy csúsztunk, nem. Engem csak érdekelt ő, hogy hogyha őt kell, igen, szóval hogy mit mond ezekről a dolgokról. Nem csúsztunk el, csak nekem az ilyen típusú könyvekkel kicsit mindig az a bajom, hogy azért kérdeztem, hogy van-e konkrét megoldás. Tehát, hogy ezek sokkal, szerintem az, hogy te milyen szerepet játszol az életedben tudat alatt, arra nem jössz rá sokszor magadról, hogy az apai magadtól, hogy az apai minta, az apai nyomok, aha, az anyai lenyomatok, azok milyen tudatalatti szerepek eljátszására kényszerítenek, és azért kérdeztem, hogy ennek a könyvnek van-e konkrét megoldása a végén, mert hogy ezek az eljátszott szerepek sokkal mélyebben vannak kódolva, mint hogy elolvass egy könyvet, és aztán ezt leted, de nyilván amiről az Imre is beszélt, hogy szépen apró lépésenként kell azért ezekkel szembenézni, és sokszor valójában tudjuk, hogy hazudunk. De ő az utat akarta ebben a könyvben megmutatni, mert amit te mondtál, hogy valóban nem lehet mindenkinek személyes segítséget nyújtani, mert ismerned kéne a problémáját. Egy könyvet te megírsz, de ő ugye nem tud rá reagálni. Viszont lehet, hogy olyan lépéseket le tud benne írni egyszerűen. Ami szépen apránként elkezdett, hiszen vannak be nem ismert olyan hazugságok, amiről azért valójában közben tudom, hogy hazugság, tehát nem kell nagyon mély dolgokkal indítani, vagy egyből egy apa, anya, szülő, gyerek konfliktussal leszámolni, ha közben te pontosan tisztában vagy olyan dolgokkal, amiben közben meghazudsz. Uh-huh. Szóval, hogy nyilván ezt innen kell megfogni. Meg te is tudod, hogy ebben a dologban nincsenek olyan szentenciák, olyan receptek, olyan old biztos tippek, amiket ha megcsinál az ember, akkor minden rendben lesz, és minden jó lesz. Nincs. Ezen folyamatosan dolgozni kell. Tehát az, amit ő például mondott, hogy kimondani, és oda menni, és megölelni az anyádat, az apádat, és azt mondani nekik, hogy szeretlek, ez önmagában, ez megtörténhet, de nem biztos, hogy így van. Folyamatosan ezen továbbra is dolgoznod kell, hogy így is maradjon, hogy őszinte legyen, stb. Tehát ez egy olyan út, ami őszintén a lehetőségeket mutatja meg, az utakat mutatja meg, és akkor ezeken az utakon el lehet haladni valamennyire. Igen, csak én azt szeretem, amikor konkrétumok vannak. Nem fog mindenki megvilágosodni. Én azért karcolgattam kicsit az Imrét, mert szeretem, ha konkrétumokat tudunk meg arról, hogy alapjából mik a bajok. Tehát itt mondta például ugye azt a dolgot, hogy sok ember azért csapja be önmagát, mert azt gondolja a pénzről, hogy ha majd sok pénze lesz, akkor az érzelmi biztonságot jelent. Ugye? Uh-huh. Ha ezt az anyagi érteket megszerzem, akkor boldog leszek. Ez nekem nem az önbecsapás kategória. Mert önbecsapni magad, és ezt próbáltam levezetni, csak akkor tudod, ha már benne vagy egy szituációban, aha, és a szituáción belül te közben egyébként tudod, vagy szépen sok munkával beismered, hogy hazudsz magadnak. De amíg egy jelenlegi állapotodból szeretnél valahova eljutni, azt csak akkor tudod majd, hogy az nem boldogít, ha már oda valójában eljutottál, és valójában benne vagy. Nem lehet, hogy ő arra gondolt,
itt egy kicsit akkor próbálok én az ő oldaláról nézni, vagy próbálom az ő oldalára nézni, hogy abban neked tökéletesen igazad van, hogy ez csak akkor fog kiderülni, hogy boldog vagy nem boldog a pénz, hogy a jelenlegi állapotát félre söpörve ő a jövőbe vágyakozik. Érted? Értem, hogy mit mondasz, igen. Tehát, hogy ő meg pont arra akart, és lehet, hogy itt siklottunk el egymás, mert ő arra akart ezzel célozni, és neked meg igazod volt abban, hogy azt majd akkor derül ki, hogy jó lesz, ha sok pénzed lesz, hogy egy olyan állapotra vágyakozol, ami nem oldja meg a mostani problémádat. Ő talán ezt akartam. Persze, lehet, nehéz ezt megfejteni, de érdekes, ja, érdekes. És ha most én 10 után őt megjelölöm a Facebookon, akkor vajon visszajelöl? Nem. Nem tudom. A Facebookban tökéletesen egyetértek vele. Nyomorult, ami ott történik szerintem. Tehát ez az állandó like hajszolás, ez az állandó percenkénti posztolás, majd megnézése annak, hogy valójában egyébként azt a posztomat hányan lájkolták, ebben tökéletesen egyetértek vele. Hogy ez egy olyan belső hiánypótlása, ami dermesztő. Hogy a mostani fiatalok már, akik mondjuk 12-13 évesen okostelefont kezdenek használni, egy olyan virtuális szeretettérben nőnek föl, hogy valójában már esélyük sincs megtapasztalni azt, hogy mi a valódi szeretet, mert nem lesz rá igényük. Mi történik? Egy 12 éves elkezd internetet, Facebookot használni, ő a virtuális térben megélt érzelmeket gondolja majd valós érzelemnek. Mi történik? Kielégül a like számoktól, és elkezd nem vágyni valódi érzelmekre. Tehát milyen lesz? Felszínes lesz, nem fog kötődni, könnyen bántja meg a másikat, könnyen alázza meg a másikat, leír valamit, arctalanul teszi ezt, és nem jön rá egyébként, hogy a leír dolgoknak milyen súlya lenne akkor, ha ő ezt nem leírná, hanem a valódi életben mondaná el. Tehát teljesen máshogy szocializálódnak, érzelmileg már tökéletesen üresen. És ebben mennek át a felnőttek is. És itt van a nagy veszély, hogy a fiatalok már egy ilyen érzelmi szocializációba szaladnak bele, ahol már nem lesz valódi érzelem, mert nem kell megélned, mert ott a virtuális tér. A felnőttek meg a valódi érzelmi térből kezdenek el elmenni a virtuálisba. Ez tényleg dermesztő. Tehát ami ti ott meg úgy mindenki a Facebookon csinál, az számomra egy rettenetesen már nagy csapda. A Ferinek mondom, ja. Például, hogy ti ott, mert ugye te nem Facebookon, de te igen. Posztolsz, kiteszed, mondod hol vagy, kiírod. Én ezt látod az én Facebookomat? Nem, nekem a Jani szokta mutatni mindig, hogy te hol vagy, hogy hétvégén hol vagy, hogy mit csinálsz, ja. Hogy posztolsz. A Jani nézi a te oldaladat. Ja, én a nem. A mutatást azt ne úgy érzed, hogy jól látok valamit, és akkor nézd csak a Feri meg, hol nem, volt. Nem, hanem most, amikor nem voltál, akkor elmondta, hogy a Facebook oldaladon megnéztük, hogy hol voltál, vagy átvetted a gyűrűt, vagy mit tudom én. És akkor ezt egyébként emberek posztolják, és ez egy nagyon-nagyon hamis szereteti érzet. Ebben nagyon-nagyon egyetértek vele, és ez iszonyatosan veszélyes. Tehát az, amik te ezt információ átadásra használod, tök jó, de döbbenetesen nagy a veszélye. Ugyanis egy baromi nagy önámításba teszed magad. Mi történik? Félsz az egyedüléttől, azt gondolod, hogy baromi sok barátod van, azt gondolod, hogy a virtuális térben téged mennyire szeretnek, és elkezded nem megismerni önmagad, mert kielégít az a fajta virtuális szeretet, amelyiként nem valódi szeretet. Ez egy baromi nagy csapda. Szeretetet is megkapod, azt csak mondom. Egyébként. De miben kapod meg a nem szeretetet? Hogy azok is visszajeleznek, akik téged nem szeretnek. Hogy írnak valamit? Persze, ugyanúgy jön az a része is. Legalábbis, hát az enyém azért az nem klasszikus Facebook, tehát hogy az nem arra vagyon használva, mint amire az emberek egyébként a társkapcsolatukban használják a Facebookot. Azért én másképp használom, én hasonlóképpen használom, mint mi a Morning Show-ban ezt a dolgot. Tehát igen, nekem például személyes oldalam nincs is. Ami ilyen íze írogatós, meg hogy hol vagyok. Hogy Rákóczi Ferének a magánembernek más Facebook oldala lenne, mint Rákóczi Ferenc, a közszereplőnek. Tehát az nekem nincs. Magánember, hanem nincs. Nekem egy közszereplői van, ami olyasmi, mint a Morning Show, és ott például ugyanúgy megkapod azt is, hogy kit érdekel, hogy te vízigyűrűt kaptál új kígyós miatt. Tehát az ugyanúgy jön. Igen, egy amerikai komikus nagyon jól megfogalmazta ezt, hogy egyébként miért őrületesen veszélyes, hogy a tinédzserek ugye ebben a virtuális érzelmi térben mozognak. Mert azt, hogy te azt mondta, és ez nagyon jó dolog, hogyha te odamész valakihez, és azt mondta, hogy te kövér vagy, ronda vagy, dagat vagy, akkor látod az arcán, hogy te milyen fájdalmat okozol ezzel, megbántod, sír, rosszul esik neki, effektíve tudod, hogy mit okoztál lelkileg. Ha te ezt virtuális térben írod le, akkor egy idő után eltűnik az a dolog, hogy te tudd, hogy ezzel mit okoztál, hiszen leírni, valamit bepötyögni és nyomni egy entert sokkal egyszerűbb, mint oda menni és elmondani. És ezek a fiatalok már ebben a térben élik az életüket, és ez ezért rettenetesen veszélyes, mert úgy bántanak meg valakit, úgy hajszolnak bele öngyilkosságba, úgy posztolnak róla dolgokat, és teszik közzé mondjuk a negatívumokat, hogy abban a közben egyébként meg egyre több fiatal lesz mondjuk öngyilkos, mert nincsenek tisztában a valódi jelentéstartalma, amikor oda is azt mondom, hogy kövér vagy.
Érted? Uh-huh. Tehát, hogy ez őrületesen értem, én rendesen fröccsöztem tegnap este a szomszédommal, nem Facebookon, átjött, megittuk. Az jó, az mindenképpen jó. Na mindegy, hát nagy meló ez persze. Jó, legyünk egy kicsit, egyébként nem baj, hogy nem vidámabbak, mert eddig komolyak voltunk, nem kell mindig röhögni, tehát nincs ezzel baj. Most viszont valakivel már is játszunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello! Honnan hívsz minket, kedves Bence? Igen, Bence, Debrecenből hívlak titeket. Hello, Bence! Tanulsz? Igen. Most éppen nem, de fogok. Mit tanulsz? Biomérnöknek tanulok. De szép szó. Biomérnök? Igen, biomérnöknek. De jól hangzik. Ez picit konkrétan, mondjuk két mondatban mit jelent? Hát ez picit konkrétan. Itt Debrecenben ugye mivel vannak itt gyógyszergyárak, ezért elsősorban oda készítenek fel minket. Tehát mi vagyunk azok, akik a gyógyszer előállításnál a rendszereket felügyelik. Mm-hmm. Jó, ez kemény. Jól van, Jani. Beszámolnál a kérdések nehézségéről? A harmadik kérdés nehéz. Há, egy biomérnöknek a második menni fog, az első az meg annyira triviális, hogy... Na, megnézzük. Mehetünk? Mehetünk, igen. Így szól az első kérdés, Zsedikát nyakba akasztol. Milyen állatot lopnak el Mike Tysontól a Másnaposok című film főhősei? Tigris. Na, ezért. Hát egy picit unokon is mondtak. Ez volt a kérdés. Igen, hülyék, tigris, hát mi lenne más? Mehetünk tovább? Mehetünk. Így szól a második kérdés dedikált Szatyorért. Melyik a periódusos rendszer első kémiai eleme? A hidrogén. Hát ez. Tudtam volna előre, biztos, hogy valami metázenek. Nem, de felesére nem tudtad. Dedikált Sapkáért, így szól a harmadik kérdés. Mehetünk? Mehetünk, igen. Melyik mai ország területén hunyt el Kossuth Lajos? Kossuth Lajos, hol hunyt el? Mai ország területén, igen. Mert akkor még nem így hívták. Ez egy jó kérdés. Én most. Ott van. Ott van egy másik. Igen, itt van az egyik portársam. Hát erre ennyi időnk nincs, ennyi időnk nem is várost kérdeztünk. Olaszország, a mai Olaszország területén. Turin, vagy Torino. Torino, így van, Olaszország lett volna. Ezért is hívták őt a turini remetén. Na igen, ez volt a tippem, de tudom, be kellett volna mondani. Kell, nincs itt vesztened, ha rossz, úgyis bummozol, ha nem mondasz éven. Semmit úgyis. A kérdést tudod, bevállalod? Vagy Bence, indítjuk a bumbot, jó? Figyelj, ennek az ajándékcsomagok, tiki taki. Bum! Annál villog? Ne hülyéskedj! Hát megőrülök, nálam is villog. Nálam is villog. Nálad is villog? Akkor csak az enyém? Üssél rá! Villog ez itt, de jó! Azt a mindenségi teki! Hát ott van a csomag! És egy monotár. Köszönöm szépen! Hihetetlen ez a számítógép, hogy egy ilyen szürke, semmit mondó. Sivár, szerdai napon meghozta a csomagodat. Látod, Bence? Hát, nagyon örülök neki. Küldjük neked sapkástól, sálastól, kesztyűstől, minden lesz benne. Jó? Köszönöm szépen. Hello, Bence. Vábbi szép napot, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Hát, én ma kitöltenék a helyébe egy lottószelvét. De ki ilyen mákja van. 9 óra múlt 1 perccel egy nagyon érdekes dolgot tesztelünk a reklám után, hogy ki még nem tudjuk, hatékony megoldás az erekciós problémára, vigyel fel a terméket, az eredmény azonnali erekció késedelem nélkül órákig tart. Egy erekciót okozó aktív pénisz power spray. Csak előtte jegeljétek le az engeper mindig áll. A teszttel jövünk a hírek után. 4:10 múlt pontosan 2 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek ezen a szomorú szerdán. De én azt gondolom, meg szerintem sokan azt gondolják, hogy néha komolyabb dolgokról beszélgetni nem baj, nem? Lehet, hogy sokaknak talán ez most egy kicsit lehangoló volt, vagy unalmas, de hiszünk abban, hogy azért nem mindig célunk az, hogy csak állandóan nevessünk. Persze egy reggeli műsor elsődleges célja az, hogy nevessen, de most egy picit komolyabbak voltunk. Talán a súlyozás a 7-től a halál 8-tól a csehóz. Az talán egy picit erős volt. 7-től lehetünk valaki kicsit vidámabbak, majd a csernussal kicsit komolyabbak, de hát vele azért az ember nem tud nagyokat kacagni. És utána 9-től megint, hát ma egy ilyen 2 óránk volt. Belefér ez. Nem?
Bocsássátok ezt meg nekünk. Na majd most. Na de majd most megint alászállunk. A kereskedelmi rádiózás pöcegödrébe megyünk le, hogy egymás péniszét fújkáljuk majd. De hát ha termékek... Én sajátomat akarom, ha én kellek, akkor én magamnak bárkit fújom. Sorsolunk be ki, szívesen befújom. Ugye hallgatóink, akik most jöttek, még nem tudják, hogy miről van szó, mindjárt mondjuk, csak nagyon sok közlekedés van. M3-as 153-as kilométer az Igrici pihenőből Nyíregyháza irányában lézer show van. Máj belterületén szintén mérik a Miskolc felől érkezőket. Trafi az 56-os úton Szekszárról kifelé haladva mérnek közvetlen a várost elhagyó tábla előtt. Sötétkék Fábia kombiból, akrobata üzeni. Valamint Pula belterületén Tapolca felől érkezőkről fénykép készül szintén üzeni Dundi a kenyeres. A 87-es úton Kám és Rum között lézersó egy fehér asztrából Pali és Csabi üzente. Székesfehérváron a 81-es út bevezetőjénél Mór felől Trafi, ez pedig Zselé küldte nekünk. Na most kapcsoltam el, játszatok magatokkal, erre nem vagyok kíváncsi. Ez már sok, Justícia írta nekünk. A férfiak millióinak problémáit feszegetjük. Nem öncélú. Abszolút nem. Van. Ugye terméket tesztelünk, és azt kértük a hallgatóinktól, hogy bármit látnak, hallanak, küldjék el nekünk, hogyha van egy olyan termék, ami ígér valamit, vagy azt mondja, hogy ha te ezt megveszed neked, ettől jobb lesz, küldjék el, és megpróbáljuk letesztelni. És tegnap előtt találtunk egy nagyon érdekes hirdetést, ami nem működik máshogy, csak úgy, hogy leteszteljük, és megnézzük, hogy ez valójában működik-e. De a kísérlet közel sem öncélú, hiszen tesszük ezt azért egyrésztről, hogy ne tévesszék meg a fogyasztókat, tesszük ezt azért, hogy akinek szüksége van erre a termékre, az ne vegye meg több ezer forintért, ha ez a dolog nem működik, vagyis tudományos kísérlet alanyai vagyunk a közérdekében, nem? Ennyi. Ennyi, nagyon sokan küzdködnek olyan problémákkal, amikre akár megoldás is jelenthet ez a kis spray. Több ezer forintba kerül, ha nem működik, akkor nem érdemes megvenni. Így van, ne költsetek miattam. Hány ember venné meg? Csak pont úgy. Ennek a spraynek a hirdetését tegnap előtt egy több tízezer példányban elmenő napilapban láttam. Tegnap előtt ezt a sprayt. Aha. Na, hát hány ártatlan embert óvhatunk most meg ettől, hogy megvegye, ha nem működik? Vagy mondhatjuk, hogy ez a dolog valójában működik. Na, mindjárt kiderül, hogy mi az, amit tesztelünk. Pisiltetek előtte? Én a szerencsefaktoromban hiszek, hogy úgyse engem búzunk, úgyhogy igazából nem kellett. Már is tesztelünk. Ha elhiszed, hogy az vagy, amit megeszel, megiszol, megveszel, akkor ne érd be a cuki helyet a cikivel, a frankó helyet a gatyival. Teszt a lelke mindennek. Mi mindenről leszedjük a keresztvizet. Na, hát izgalmas lesz. Ugyanis tegnap előtt láttunk egy olyan hirdetést, ami azt mondja, hogy hatékony megoldás, késedelem nélkül, órákig tart, befújjuk, és már is szebb lesz az életünk, szebb lesz a világ, késedelem nélkül, Active Penis Power Spray. Na, mindent elárul a neve. Hatékony megoldás az erekciós problémákra. Nem válogathatunk. Ha egy termék a kezünkbe akad, nem lehetünk nagyon szemérmesek, hogy a mosóport teszteljük, meg a pillanatragasztót, meg a nem tudom, festőszórót, de egy ilyen mellett elmegyünk. Nem akartam szólni egyébként, de tényleg az érzékenyebb hallgatóink miatt mondom, hogy engem a múltkor kifejezetten sértett a mosóporos tesztünk. Elkapcsoltál? El. De beszófra visszajöttél, vagy annyira megsértettél? Már nem voltam kíváncsi. Már nem voltál kíváncsi. Na, nézzük, hogy mit ígér ez a termék. Azt mondja, hogy a hagyományos afrodiziákumokat le kell nyelni, és csak felszívódás után fejti ki a hatásukat. Aha. Ez hosszú időt vesz igénybe, hiszen a gyomornak meg kell emészteni a tablettát. Ráadásul ez alatt a hosszú folyamat alatt az afrodiziákum veszít az erejéből. Ez a pénis spray használata esetén szexuális teljesítményt fokozó spray összetevőinek köszönhetően azonnal aktus közeli állapotba sodorja a himvesztőt. Most ezt én fogalmazok, így nem így van leírva, csak azonnali erekciót okoz, kitágítja a szövetekben a nem tudom mit, sokkal gyorsabban kerülnek kontaktusba. A szövetekkel, a sprének a kis molekulái. Erőteljes és tartós erekció. Nagyon jó. Világszerte már több száz ember próbálta sikerrel, Európában pedig ma már szinte elengedhetetlennek tartják. Ekkora gond. Tehát a kocsi kulcsa jogosítvány mellé a táskádba tegyél be egy ilyen szprét is. Ha elengedhetetlen, akkor legyen nálad mindig. Ne fújd még, Jani, kérlek, ne.
Gyerekek, nekem már a feleségem írogat. Aha. És mit ír? Hozz haza, ha működik, vagy mi? Nem. Kicsit fúj, mert egész nap nagyon fog fájni. Ha sokat fújsz, órákig áll és feszít. Ezt a nejem honnan tudja? Na? Ez jó kérdés. Ő egy széles látókörű művelt olvasott. A neten olvasta, igen. Szóval, hogy ezt ő honnan tudja? De ő nem bízik bennem, még a saját feleségem se bízik bennem, hogy nem ismert meg annyira, hogy van akkora szerencse faktorom, hogyha mondjuk négy ember nevét dobjuk be a kalapba, ne engem húzzunk. Mondjuk nem sok jót sejtett, hogy az arra ír, hogy V aktív. Tehát egy kicsit így azt érzem, hogy veszélyben vagyok. Na nézzük. V aktív. Azt mondja, hogy nagyértékű ápolós spray a különösen erotikus élvezetekhez. A természetes és bőrbarát hatóanyagok hatására a hímvesző élvezetesen megtelik vérrel. Aha. Nagyon jó. Ez a dolga ugye ilyenkor, de hogy mennyire telik meg, az a kérdés. A termék közvetlen úton erősíti a férfi aktus képességét, így csak a szenvedély határozza meg a szerelmi aktust. A spontán hatás élvezettel telt megéléséhez a sprayt közvetlenül a nemi aktus előtt kell használni. A nemi szervek nagyfokú érzékenyebbé tétele jelentősen fokozott. Töd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 
A igen. Tehát, hogy fújál a kezedre egy kicsit, és utána pedig ugye hát fújd le magát a kis célszerszámot, és a herék környékét majd hagyd, hogy a termék kifejtse hatását. Aha. Nagyon jó. Van egy összehasonlító táblázatunk, ami egyéb termékekkel, ilyenekkel, tehát ami bogyó, ami mit tudom én, micsodával hasonlítja össze. Ott van egy érdekes sor, a nők is használhatják, az egyéb termékeket nem. Erre azt írja, hogy igen. Aha. Hogy a nők is használják. Igen. Sok olyan szerve, ami vérbőséget okoz, az a nőknél egyébként ugyanúgy hat. Érzékenységet, vérbőséget okoz. Persze, tehát ez ilyen van. Tehát csinálhatnék vele magamnak ilyen boksánszájt? Elviekben? Hát próbáljuk. Ha bekenném a számat. És így csinálhatnék vele felálló hajat? Mint a könnyező szemet. Mint a motoroztam volna, befújom a hajamot is vérbőséget okoz? Azt mondja, a gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni. Igen, az nem baj. Jó. Oké. Gyerekek, senki ne gondolja, hogy ez ma valamiféle öncélú magamutogatás. Ha tesztelnünk kell, muszáj, hogy a fogyasztókat megvédjük. Muszáj, hogy a hallgatóinkat megvédjük. Muszáj, hogy ne engedjük azt, hogy bármit elhitessenek velük. Na. Ha működik, megadjuk. Ha nem működik, hallgatók ezreit óvjuk meg attól, hogy ebből a szerből bevásároljanak. Csak mondom, hogy 12.000 forint, ha interneten rendeled, és 4.500 forintot fizettem, srácok, én, mert megvettem, hogy ki tudjuk próbálni, csak mondom, nem küldtek ilyet, megvettem. De a maradékot úgyis hazaviszed. Persze, hát azért nem mi fizessünk már. Persze, csak mondom, hogy oké. Na, azt azért beszéljük meg a sorsolás előtt, hogy ugye kisorsolunk valakit, aki nyilván elvonul, tehát nem itt kell befújni. Ugye én nem akarom látni a, nem tudom. Nem kell. Az aljára menni a gödörnek, mert így is elég mélyen vagyunk a Marianárokban. Igen? Hogy egyéni élménybeszámoló alapján hinni fogunk a terméket. Nem, ha nem verjük át egymást. Nem, szóval ilyet emberek vagyunk. Nem kell megmutatni. Hát, mindenképpen kérünk tőle két fotót a Facebook oldalunkra, amit természetesen csak mint közszereplő használunk. Mi is egy előtt és egy utána fotót. Feri, megmutatod nem kell, de én azért azt majd megkérem, hogy a kabátomat hagyakasszam már főre. Jó, hát az a minimum, de azt most is megtetted. Jó, ha használatlak fogasnak 11-ig, amit vagyok, akkor nekem igazából nem kell megmutatnod. Ha használatod húskampónak is, mert elég görbe. Ki lesz a csaj, gyerekek? Milyen csaj? Hát szerintem akkor ezt úgy, ez a termék írta, hogy ez nőknél is jó. Itt olvastad ezen az ismertetőn? Itt ezen a kimásolt. Akkor már szinte mindegy, csak nagyon gyorsan jöjjön. Muti? Ott van, tényleg. Igen. Hát Anna nem állsz jól. Hát egy nő van. Ne haragudjatok, most csak is kizárólag. Már annyira ráhangolódtam a tesztre, hogy a pénz visszafizetési garanciát pénisz visszafizetési garanciának olvastam. Nálam nem látványos, tehát most nálatok hát, de csak hogy érzel-e valamit. Hát nem, csak kérdezem, hogy... Oké, sorsolunk? Sorsoljunk. Kihúz meg. De ez a biztonság kedvéért legyen benne a Laci is. Hát most négy darab van. Na, most vagy az van, hogy az Anna egyet kihúz és azt csinálja és meg. És akkor én lefújom. Húzzon az Anna. Hogy csillog a szeme? Oké, húzd te Isten a fúj arcon valakit. Ha, 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 ha. Ugye azt a sprét. Jó. Ja, hogy te le akarod fújni. Ja, értem. Jó, négy név. Laci, Jani, Feri, Bali. Jó? Jó. Nem jelelünk. Feri, látlak. Valamit jelel az Annának. Hozok neked libamájat. Ledobom, nem nyúlok hozzá. Egyet húz. Jó. Aki húz, akit húz, nem mászik ki belőle, megcsinálja. Jó? Jó. Mehet? Jó. Anna,
Ha kimersz húzni. Ja, és én ne kimersz húzni. Március, augusztusig ugrik az összes szabadság, sehova nem ment, plusz munkát kapsz 10-től délig, archívból kell visszahallgatnod adás után 3 órán keresztül még plusz anyagokat. Kezemben vagy, Sofi, jó? Ki mersz úzni? Elcsendesedtél. De csak anya, hagyd a tecsó testére, lehet, hogy hazamegyek, nem megyek be azért. Gyerekek, ha ez hat, akkor senki nem megy haza. Tessék, egy nevet kérek. Ott a 4 papír. Istenem, egy kicsit a szerencsefaktorom 20 év után, Istenem, nem most. Csak Feri legyen. Nem most. Miért én? Na. Szóltam rá. Olvasd be a nevet, légy szíves. De... Olvasd be, hogy a hallgatók elhiggyék. Feri. Rohadj meg! Te mitről, de tudtam, szemét tudtam, hogy az élet tapos oldalára születtem. Azt hiszem, megtérek. Köszönöm, Istenem! Édes Istenem! Akarom látni a többit is, hogy csak én vagyok rajta. Hogy lennél már csak te rajta, Feri? Hát miért lenne? Nézd meg. Az összeset bonts ki, nézd meg. Abszolút. Alapos tesztet kérünk. Első Feri, második Feri, harmadik Feri, negyedik Feri, rohadjatok meg! A sors keze. Hát tényleg. Az Iske azt hittem nem nézi meg, basszus, minden négyre annyira ráírtam, hogy Feri, mint a húzat. Mindegyiken én vagyok, hát nézd meg. A sors így akarta. A sors tényleg. A gyerekek, egy hajszál volt, hogy megnézze. Egy hajszál volt. Ismerlek, hát tudtam, hogy ez így lesz. Ennyi év után ez már nem megy át. De akarom mondani, kedvesen. Na jó, próbálja, Laci, jó? Jó, legyen így. Mégsem a műsorvezetők fújják a saját péniszüket. Ne haragudj, miért veszed el a lehetőséget? Akarod? Egy, komolyan, ha akarod, akkor megcsináljuk. Gyere, Lac! Gyere! Na. Gyere, Laci, tedd ki! Gyere, Laci, tedd ki a vangot! Na, figyelj, fúj, vonulj el, jó? Nem kell vonulnom, befordulok a fal. De ne, légy, őrizzük meg a méltóságunkat. Nem, vonulj el szépen, ágyazd meg a dolognak, köszönj neki, mutatkozz be, és mondd azt, hogy fújt le, és te gyere vissza, ülj le, és mondd el, hogy milyen. Hm. Jó? Most mi gondolkozol? Hogy hova menjen? Laci, a retyóba, hát ne persze, itt fújt be, kín magad a folyosón, hát itt vannak a hírszerkesztők, a híresek. Hát, mit szersz? Hát, itt dolgozik a piros is. Jó, mindjárt jövök. És miért? Befújt el. Normális. Azt hittem, nem nézed meg. De ismerlek. Tudtam, hogy ez lehet. Annyira átlátszó volt. Azt hittem, hogy fölkapod, és azt mondta, hogy jó, megyek fújni. Rohadt életben. Na. Nem tereled így a Lacira, megcsináltam volna. Minden. Na persze, jó, csinálj meg a Lacit. Neki elhisszük. Mi? Nekem nem. Azt mondja, hogy a Laci annyira kanos, hogy neki igazából ez nem nagyon kell. Lehet, hogy már attól, hogy letolja Nandrágot, már attól működni fog. Jó. Egyébként szembe is sérült bőrre nem kerülhet. Igen. A teszt teljesen tudományos, ezt a terméket nem mi találtuk ki, kapható, bulvár lapban is hirdetik, ami sok emberhez ér el, tehát meg kell nézni, hogy valóban működik-e. Íre valami nem veszélyt, Jani. Nem én dolog, tessék? Csak akkor, valami a szemembe kerül. Tehát semmi? Semmi. Tulajdonképpen szerintem a hajszálereket tágítja ki, vérbőséget okoz, de szerintem azért ahhoz, hogy konkrét erekció jöjjön létre, azért ahhoz szerintem egy picit nagyobb inger kell. Bizsergés lesz, melegedés lesz. Na, mennyit fújtál rá, Laci? 2 annyi elég? De bemasszíroztad? Vagy csak... Nem, azt nem írja, várj, azt nem írja. Azt írja, hogy fújjon rá, és a herék környékén, meg hát ott mindenhol egy picit befújtad rendesen? Várja néhány percig. Az, ami a perverz mosolyodat, nem tudom elkerülni. Mit mondjani? Nem bedörzsöltem. Az, hogy néhány percet kell várni, amíg beszívódik. Amíg beszívódik, néhány percet kell várni. Mindjárt látjuk, emelkedik a sátorrúd. Hogy nincs... De figyeljetek csak is, amikor megtörténik maga az aktus, tehát véget ér elméletileg a dolog, akkor ugyanúgy állva maradsz? Ez egy jó kérdés egyébként, hogy mennyi ideig. Én szerintem ilyen hosszú távon nem tud vérbőséget okozni, de ezt mindjárt megnézzük. Különbözőképpen hatnak. Nézzük meg. A kékhogyó, azt ugye egy szívgyógyszerből fejeztették ki, nagyon érdekes a története. Ugye az egy szívgyógyszer lett volna eredetileg, a sokak által ismert kékbogyó. Csak rájöttek, hogy amikor elkezdték a tesztalanyoknak adni, akkor közben erekciót okozott. És így lett egy szívgyógyszerből egyébként egy potencia növelő szer. Igen. Hogy egy mellékhatásként jött ki a az, hogy... a csávó bekrepál, de van egy meglepés. Igen, a szíve nem működik, de a cerka nagyon áll. És így lett egyébként a kékbogyóból hivatalos potencia növelő. Na, Lat, nem baj, ha nem működik, az is jó, ha működik, csak hogy körülbelül érzetre milyen? Ilyen hidratáló érzete van, tehát mintha ilyen frissítő valamivel bekented volna. De nem fantáziálsz közben. Ne csinálj semmit. Próbálj ellazulni, mintha otthon lennél, mert ugye azért ez egy ingerdúsabb állapot, tehát hogyha még hatna is, akkor is nehezebben jönne meg, de hogy van valami értágulat, melegedés, benyúlogatjában, nem is. Nem ér stimulálni, tehát semmi. Van valami érzet? Vagy?
olyan, mint hogyha picit ilyen mentolos valamivel bekentem volna, de illatra nincs benne mentol, aha, valami, tehát érzed azt az olyan... Kicsit hideg, kicsit ilyen kámforos, kicsit amikor fogkrémmel próbálsz. Semmi extra. Próbálj meg tényleg valami aszexuálisra gondolni, jó, ami nem izgat, mit tudom én. Várjál, tessék, mennyi időt hat azonnal? Az erekció időtartama több óra. Az erekció minősége extra kemény. Az első használat követő használat azonnal lehetséges. Nők is használják, igen. Orvosi ellenjavallatok nincs. Pénz visszafizetési garancia, igen, 100%. Hát akkor gyerekek, tök jó. Ezt Júlival megigényeltetjük gyorsan, tehát azért ezt hamar behagyjuk. Fúj még egyet, Laci. Jó? Elmegyünk akkor reklámozni, csak hogy ha te egyelőre semmi, Laci? Zacsira is, kalapra is. Jó, megmondom őszintén, azért én inkább erre hajlottam. Tehát meglepődtem volna, hogy ez működik, azért ennél több kell. Na, hát egyelőre, ez semmi. Ugye? Semmi. Jó, fúj még egy kicsit a Laci, és akkor megvárjuk. Várjunk 10 percet, nézzük meg, hogy akkor hat-e. Elmegyünk reklámra, hogy visszajövünk az ismétlés elé, akkor kiderül. Jó, 9:30 múlt pontosan, 3 perccel, mindjárt jövünk a teszt eredményével, és a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:40 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk. Laci, gyere, mondd, hogy mi a helyzet. Jól állunk, vagy nem állunk? Mi a helyzet? Meg sem mondtam. Ajaj. Semmi? Ugye valaki nem tudná, vagy esetleg az utolsó pillanatokat kapja el, teszteltünk egy egy sprét tulajdonképpen, sokféle ilyen spré van, az egyiket teszteltük, ami azt mondja, hogy ugye azonnali erekciót okoz, ha befújjuk, és sokáig tart, és nem kell hozzá semmi más. Ugye? Tulajdonképpen erről szól. Ezt állítottam. Megnéztük, Lacit befújtuk. Jelen pillanatban én ezt nem tudom megadni. Itt egy dolog lehet, amiben mi beleköthetünk, ugye, hogy ő azt írja, hogy közvetlenül a kapcsolat létesítése előtt használd a szert. Na most itt Laci szerencsére nem akart senkivel kapcsolatot létesíteni. Hát, de ha én most kapcsolat előtt vagyok, és befújom, és ugyanaz, amit a Lacinál, akkor az miért jobb? Hát de ott lehet, hogy pont az a kis érzelmi stimuláció keményebb kell hozzá, hogy ott van melletted a párod. Azért ez egy elég aszexuális közeg. Na de ezt azért használod, mert már ott volt melletted a párod, és nem segített. De akkor lehet, hogy már nem tudom. Megnéztem az összetevőket, igazából ilyen kámforolaj van benne, az okozza ezt a kis ilyen kicsit hideg, hűtős, kicsit hűtős ilyen érzést. Van még benne egy-két dolog, de hát látok, ahogy gondoljátok, én nem adom meg. Én úgy vagyok vele, hogy véleményes a dolog. Én most nem tudok prezentálni semmi olyan dolgot a Lacinak, amitől mondjuk hangulatba jön. Én nem tudom. Azt mondja, minek húzni, úgyis Jani fog szívni. Szegény Jani, megint rá. Szerintem ehhez az inger kell. Igen, kérdezik, hogy mi a téma, srácok, a barátnőm hívogat, hogy azonnal kapcsoljak a Morning Show-ra, írja Péter. Illetve többen kérdezik, hogy az ízvilága milyen, ha mégis nem tudjuk. Tessék? Gyere, Juli, mond. Nem mondod, Juli. De Juli, gyerekeket, itt mindenki ilyen vállalkozó szellemi. Gyere, Juli, mond, jó közel. Meleg, de nagyon. Tényleg? Neked meleg? Hát meleg a pite. Sőt, forró, de nem kellemesen meleg. Aha. Uh-huh. De most te is befújtad? Be. De miért? Hát mert azt mondtátok, a lányok is befújhatják. De ha nem tilos. Jó, persze, hát akkor vendégünk az egész hírszerkesztői csapat. Jöjjön át mindenki a Salesről, a promócióról. Befújtam, és azt mondtátok, hogy ezt lány és férfi, nő és férfi együtt használhatja, egymást fújkálhatják, gondolom ez a szeánsz része. Nőnek nem kellemes. De szemmel fújtad magad? Igen, és a fülembe is egy kellemes. Mi a szájspray? Zsül meg integet. Ég a szád. Valaki hónajnak használ. Szóval kellemetlen ilyen forró, és nem azt gondolom, hogy ebből jobb lesz. Tehát inkább ráülök a mély nyomóra, szerintem az annál jobb. No, hát valamint Howard Turner, igen, még elkezdünk búgni. Tehát ez nem volt jó. Hát mennyibe került ez? Kérlek szépen, ez 4590 forint volt. Hát ez egy nagy túró, ennyi. Laci, pedig itt sokan kérdezik, hogy egyébként rendben van minden? Mert hogy mi van, ha ugye nem abszolút vagy? Abszolút. Jó. De lehet, hogy ti frusztráltok. Jó, én nem tudom megadni, gyerekek. Kövezetek meg, én ezt nem adom hát meg. Hát így is. Ezt nem tudjuk megadni. Jó, Istenem. Jöhet bár fájdalom és öröm, csak csapolják idegen a söröm. Az élet nagy igazságai, ugye? Laci, óvatosan fordulj oldalra, hogy lever valamit. Semmi lesz. Semmi. Jó, van, hívjuk a naphallgatóját. Ugye beszélgettünk a Dokival azzal, a Csernus, vagy arról a Csernussal, hogy a Facebook mit jelent, mekkora önbecsapás,
és hogy mennyire hajszolják sokan a virtuális térben a lájkokat, vagyis a virtuális szeretett csomagokat. És ehhez jött egy hozzászólás. Morning. Az bizony, jó reggelt, hello! Hello! Nem írtad alá? Nem, Attila vagyok. Attila, hello Attila, hol hallgatsz minket, Attila? Budapesten. Budapesten. Ugye itt nagyon komoly témánk volt 8-tól, és ahogy mondtam, a Csernus azt is említette, hogy szerint ez a Facebook mekkora önbecsapás, és hogy mennyire szeretet hiányos lehet sokszor az, aki hajszolja a lájkokat, és közben pedig nem éli meg a valódi szeretetet csak a virtuális térben. Erre te írtál egy nagyon komolyat, mikor végighallgatsz ezt a beszélgetést, azt írtad, le is iratkozom a Facebookról. Megyek a Twitterre. Ezzel telkérem a programokat, köszönjük szépen. Ó, nagyon örülök, köszönöm szépen. Küldjük neked az ajándékcsomagot sapkával, szatyorral, egéralátéttel, és... Van párod, barátnőd, barátod, ismerősöd, bárki, akivel szívesen eltöltenél egy estét? Van, hogy ne. Ki van? Egy barátnőm. Barátnőd, mióta vagytok együtt? Még csak bontogatjuk a szárnyainkat. Pár hete, pár hónapja? 3 hete. Na figyelj ide, akkor... Add nekik a sprét. Igen, egyrészt itt van a kezemben egy pénispré. Nem működik, de lehet, hogy nálatok jó lesz. Nem, egy nagyon klassz kis helyre szeretnénk benneteket eljutatni, egy romantikus... Vacsorára is mehetnek? Persze, mehetnek, bármikor beváltható. Romantikus ebéd is lehet, romantikus reggel is lehet. Egy romantikus menüztetés is lehet, egy romantikus uzsonna is. Igen. Budapest legjobb amerikai éttermében, jó? Jó, köszönöm szépen. Ez egy klasszik ilyen Mia válaszos John Travoltás randi is lehet akár. Elmentek is hatalmas hamburgerek és sékek társaságában, táncoltok egyet, és megismeritek közben egymást egy brutál jó étteremben. Várja, John Travolta nem a saját neméhez vonzódik? Hát, de a filmben... De hát a pontban egy milyen valasszal megy egy ilyen típusú amerikai étterembe vacsorázni, hatalmas sékekkel és Big Capone burgerekkel. A tánchoz van hely? Csinálunk. Van kedved ide elmenni? Hogyne volna, persze. Jó, akkor érezzétek magatokat jól, a hely jó, és akkor szólunk, hogy egy ilyen kis félreeső, kis finom, kis romantikus sarkot foglaljanak nektek, jó? Köszönöm szépen, srácok, nagyon örülök neki. Örülsz? Hogyne, persze, nagyon. Lájkoltad már a Facebook oldalunkat? Már igen. Jól van. Jó étvágyat nektek, érezzétek jól magatokat, jó lesz. Köszönöm szépen, srácok. Ciao, hello. Szia. Csabikám, hello. Szavaztok, küldetésem van. A Laura azt mondta, hogy a mai Morning Show-ban elhangzott termékek közül legalább egyet vigyek haza. Hát baj van, vagy mi? De ez nem az a spray, amit a Laci kipróbált, hanem a könyv. A Csernus könyv. Azt szoktam mondani egyébként mindig a Balázs, amikor valaki behoz egy könyvet, mondom ezt a következő vendégeknek, akik hoznak könyvet, hogy Balázs mindig megkérdezi, nem akarod hazavinni? Ezt hazavinném. Igen? Igen. Csak mondom, ha esetleg nálam van, mert én elvittem. Ja, nincs itt. Jó, nem, mindig úgy vagy, hogy én egy riportalany, akkor, hogy interjúalany, elviszem a könyvét, és akkor amit tudok, elolvasok belőle. Jó. Ezt a Frey akkor... teljesen el tudtam, a Csernusba csak belelapoztam, de visszahozom és odaadom neked, egyébként tényleg jó. Lenyolom, tarhálom. Jó. Kösz. De ez a könyv Duma Laurától nem valami kamu volt, és igazából a sprayre gondolt? Mert itt van az is. Azért, érted a könyvet, azért kacsingatok itt, hogy ne égjek be élőbe, érted? Jó, de hát hallom, nem működik. Nem igazán. Jó, már remek zenéid lesznek, Csabi? A Hooligansnek már dupla platina a legutóbbi lemeze, képzeljétek el, annyira, hogy azt el is fogyott, és újra kellett nyomni, és erről a Mindörökké című újdonságot fogom hozni. Meghallgatjuk. Csabitól lehet dalt kérni, jön a kívánság műsor. Elmondtunk mindent? Elmondtunk mindent. Holnap jövünk 6 órakor. Szép napot, szevasztok, ciao.